Köszi a szólást. Hát, geci. Ja, hogy fáj, mert erről. Aha, oké, okay, hát akkor let's go újra. Jó lett volna, ha valaki egyszer csak elkezdi tizélni Ordibáni DC-n. Gyerünk, menni fog az a csatlakozás, léci. Ja, én nem F8-ból kell, nem tudom most miért van az F8-ból kell. Gyerünk már. Évig töltöttem mondjából, úgyhogy... Na, végre, bedurranunk, nyomjuk, csináljuk. Van valami playlistetek, chat, Pete, köszönjük a 300-re, 152-t email a csatornán, feltöltél a harmadik helyre, vagy mennyi a harmadik, nem tudom. Köszönjük, Pete, Duszadnak, Szemtelenek és Berinek a szemgéteket, köszi szépen, üdvít, szevasztok, köszi szépen, Pete, köszi. Egy dolog biztos, gondol, köszi a 29-re, köszi szépen neked is, köszi. Nagyon kedves tőled. Ez kemény amúgy. Szóval ja, lehet playlisteket küldeni be Discordra, Spotify szobába, csak mondanám nektek, úgyis most azokat hallgatjuk amúgy végig, úgyhogy... Most nem is tudom, kinek a playlistét hallgatjuk... Kérdésében anyád, ez a playlist, amit hallgatunk, milyen kedves. Azt hiszem, hogy jó PD-s volt, vettem fel a karakteremnek amúgy, de... Öreg Freddy Black, hogy néz ki? Magnum, let's go. Azt hiszem, hol vagyok IC. Aha, fasza. És ha meg lesz új gép, lehet, mert felrakok egy izét, egy modpakot amúgy. Lehet felrakok egy modpakot, hogy meg lesz új számító, mert... Bár tegyen valaki azt hitte, hogy van modpakom, de még az élek valahogy nem annyira, tehát el van kicsit folyva a dolog, úgyhogy... Ha... Ja, azt összeraktam, hogy árlistáltam, hogy itt az Adrenira. Nem tudom, hogy mennyire legit amúgy, ami lehet kicsit drága, sőt... Sőt, hát ja, kicsit drága szerintem, mert ilyen 450 kér legyen a legalja, amúgy nem is 500. De ja, jó körök voltak? Hát fogjuk rá. Jaj. Meg mondjuk ezt az ízét mondom, kipróbálhatnánk majd egyszer ezt a Wild West Huntot. Nézzétek, majd nem tudom, hogy tudok küldni. Hát tudok küldni ilyet, hogy izé? El tudom küldni? Ja, így van. Aha, ezt nézzétek, chat. Ezt a gémet kipróbálhatnánk. Csak itt annyi van, hogy itt NPC-k közé kell beépülnünk, szóval mondjuk itt nem az, hogy van gyilkos, meg itt sheriffek vannak, azt mondom, Rizza nyomta, bár kicsit gagyin néz ki, de... Ah, nem tudom. Rendesen lehet látni, hogy nincs modpack. Hát igen, azért az árnyékok azok. Keményebben el vannak tűnve amúgy. Elmegyünk a purse-höz. PD-ről le kell sarcolnunk nagyjából az izénket. Minden... most a 3 heti szerződésünket amúgy. Rossz játék? Szerintem sem, hogy nem észes. Mondjuk ki kéne próbálni, mert van az a másik, az amit ízét nyomtak egyszer, de annak meg azt nem is, hogy nem hirtelen. SFX halk mondjuk kicsit, csak nem döglek meg addig. Ezzel majdnem megdöglöttem. Ega molo! Javasztok, mi a helyzet? Bueno, ega molo! És miért? Mi történt? Rubi, figyelj dolog, van egy árlista, amit összerapt a Molotovra, meg az Adrenaliokra amúgy. Jó, majd az adatot. Majd fénymásoltatom. Aha. Még acid, inkább kinyomjuk. Hát ilyen lassan töltve minden amúgy, meg itt NFP-s doppon van, engem a kocsik beletöltenek is azért. Kicsit kilóg Magnum pólója, ugye ez nem rossz a kéz. Mi a... Vannak narancssárgák? Bob! Szevasz, Bob! Mi a fasz van itt amúgy? Vannak narancssárgák. Köszönöm, azért dolgoztam én is. Szevasztok! Szeva. Mi a pálya? Minden faszol. Szeva, mi a pálya? Minden állnak meg ott. Figyelj, mit írt. Gyere, tök, gyere. Figyelj, ezt mondtam. Ők is hozzánk jöttek? Figyelj, el van Odi. Csodák. Narancssárga fickók. Ja, jelót adtam neki. Jó kérdés. Azért kérdés. Ezt mennyien van neki. Szevasztok. Hello. Hello. Szevasz, Jojo, mi a helyzetben? Nem szartok a szádba?
Hát, megfenyegette Odin. Miért kérdezi ezt mindenki? Kecs Jojo. Mi a helyzet, Szontes? Na, az van, hogy ugye itt a narancssárgák lébecoltak, aztán mondtam nekik, hogy nem akarnak ki alapanyagot gyűjteni. Amúgy ez aztán... jó ötlet, és mennyi aztán... gyűjtik, vagy mennyire vásároljuk fel? Ez a kérdés, hogy mennyi éri meg nekünk felvásárolni. Hát ez a Dadogi tudja, amúgy ő a specialista. És hol van Dadogi, egész nap hívogatta. Szerintem egészen csinálja. Dadogás, te merre vagy? Az fasza, felhívom a telefonon. Szerintem egész nap gyártja a dolgokat. Autó. Halló, Dadogi, figyelj, azt akarjuk kérdezni itt a Szontesszal, hogy mennyiért éri meg, most itt vannak ezek a narancssárgák, vannak egy csomó, az gyűjteni nekünk alapanyagot az Adrenihoz. Mennyiért vásárolnánk fel őket, ugye mondjuk, hát ugye egy 4-es pakkot mondjuk egy 100 dodóért? Mármint, hogy mindegyikből 4 darab van nekik. Nem, hanem hogyha mondjuk tudod, mind a 4-ből gyűjtenek, akkor mennyit adunk 4-ért, ugye, tudod, amiben kijön nekünk egy szuri. $40. $40 mind a 4, vagy összesen? Az lenne a legjobb, mind a 4, $40. Az lenne a legjobb ár érte, a 40. Tehát $10 az alkatrészenként? Igen, hát ha úgy nézzük, ha úgy lesz, akkor igen. Tehát ennyiért vetted? Ez nem nagyon alacsony ez az ár? Hát mi most ennyiért vettük a zöldek, nem tudom, hogy mennyire jó ár. De én azt úgy hallottam, hogy ennyi. Figyelj, már leírtad, hogy mennyibe kerül összerakni az izé. Hát egy... Hát én úgy számoltam, egy igen. Egy négyesből, viszik, mindenből egy kell az adrenalin hozzá. Igen. És akkor egy darab 40, igen. De $40, nem azt mondtad, hogy $150-ból jön ki egy adrenalinunk? Te, ezt mondom, oly. De Dadogi, azt mondod, most $10, akkor most mi van? Mi van? Most mondtad, hogy $10 darabja. De én... Nem, egy darab, $40, egy darab, mit tudom én, Apple Fan Triumph például. Ja, azért mondom, de most itt eddig, te is úgy értetted, szóval ezt eddig mind a 4-ért adnak 40-et, nem? Igen, azért mondom. Szóval akkor egy Apple Fan Triumph... Én is úgy értettem, Dadogi, hülye vagy, mint a... Szóval akkor mind a 4-ért adunk összesen $160. Igen. Jó. Hát de ha olcsóbbért hozzák, akkor nehogy már... Hát ha le tudjuk olcsóbban venni, akkor az jobb. Megpróbáljuk, mondjuk nekik 140-et először, azt majd feljebb viszik. Mondjuk nekik majd. $20 darabjáért, azt is, mert azt mondták, 10-ért meghozzák. De az tényleg olyan, hogy azért nem is érdemes elindulni se. Jó, hát fiak, akkor megkérdezik tőle ilyen 140-150-et, aztán max majd alkodozunk velük. De hol vagy, ja, meg most mennyi ízénk, mennyit csináltál, baszki, mert nem vagy normális. Tehát tegnap mit csináltam közösen, hogy egy ilyen 20-30-at, én csináltam egyedül 90-et még, meg most délután 50-et. Én csináltam mégis délután egy 25-öt. Hát akkor van egy 200-unk, ja. Úgy foglak hívni, Dadogi, hogy nyomi junior, igazából. Jó. Jó, akkor majd az árnissát odaadom, meg amúgy lekérdezt állítani az SMG-ket ma az arab fiam kontaktjának, Abdulahmed Atala kontaktjának igazából, úgyhogy át kéne vagy mind a kibaszott csak SMG-t a... Hát oda a nagy mólóba lévő kurvány hajóra, hogy ez meg kéne mindenki. Már most még beriben van. Mindjárt megyek majd a purses. Jó van, szeva. Hello. Hát akkor beszéljünk ezekkel az izékkel. Behívjam a főnöküket? Hát ha vagy kint is mondhatom nekik, vagy kint is beszélhetjük. Menjünk ki. Ezt is szűkös az irodányi főre. Könnyebb kijön. Remélem itt vannak még. Kik ezek a narancsága? Még nem láttam őket. Ezek voltak a annyit tudok, hogy Jojo-t bevérték, mert Odin fenyegette, és hogy Odintól pénzt szedtek az életéért. Pirosba is mozogtak az elején, de... Ja, akkor vágom. Összekeverték őket másokkal aztán. Nagy Roland, köszönöm a térséget! Szevasztok, mi a helyzet? Ki a főnök? Álljon elő! Énes! Meg Szűcs, gyere! Te is! Itt a vázolta szont, hogy mi a helyzet nagyjából. Figyelek! Mi a téma? Figyelj, az van, ugye szont azt is már régebben ott, aztán mondta, hogy most ugye foglalkoztok egy-két dologgal, ilyen kis sörös üvegekkel, meg ugye a szurikkal. Aztán mondtam Szontásznak, ha meg tudunk egyezni egy jó árba, akkor elfutárkodunk mi nektek, hogyha úgy van. Mert egyelőre most nincsen üzleti kapcsolatunk. Doktor Bedő lehet, tehát nézzük, hallgatjuk most amúgy. Meg lehetne engedni. Csak hát az ugye olyan ár kéne nekünk is, hogy megérje. Figyelj, mennyiért csináljátok ezeket a ezeket, mondjuk... Figyelj, nem tudom, én azt tudom elképzelni, mondjuk... Tudod, van mondjuk egy ilyen, szóval minden négyből egyért adunk mondjuk egy 140-150 dollárt, érted? Most elmentek 4-5-en egy darabért? 4 darabért, aha. 100,
Legyen a kettő, jó? 125. Ez jó neked és jó nekünk is. Micsoda? Legyen a kettő között 125, és akkor ez jó neked is, meg nekünk is. Nem akarlak se lehúzni, se magamnak rosszat. Várjál, az hogy jön ki? Hát akkor most mondod, hogy 150. Tehát te most alacsonyabb árat mondtál, hogy 140-150. Ja, 140-150. Miért vagy a saját pénzed ellenség? Heci, magad. Ezt jól csináltad. Hát figyelj, jó, akkor 125 is. Akkor is adtunk volna 150-et, de akkor maradjunk a 140-ben, mit szólsz. Legyen a 140, mit szólsz, figyelj. Mit szólsz? Nekünk amúgy viccek kívül jó a 125 is akár, viszont akkor, hogyha vásárolunk, akkor esetleg, hogyha tudsz le is engedni. Itt egyszerű a matek, mert egyszerre hozzuk, szóval nem kell osztogatni, meg szorosz. Jó, amúgy az úgy nem lesz fél. Akkor legyen 125, meg akarunk valami kis akciót. Nekem az is jó, csak kajára is van akció. Ja, meg olyan azt gondoltam. Olyan akcióra gondolt, nem? CJ, nem arra gondoltál? Ne, én a másra, a kaján kívül másra nem is gondolok. Hát akkor... Ja jó, hogy ezt is meg tudjuk beszélni, ezt a nyomivel is meg kell még konzultálni, de ja, max hitunk találni valami, mert nem jut nektek speciálba, csak hát most van egy-két probléma az ilyen kedvezményekkel, hogy folyton kihallgatják embereket, hogy de ilyenek vannak, képzeljétek el, hogy erre volnak egy ember, megkérdezik tőle, mi az étterem kedvezmény, az eljön neki használni, meg ilyenek ennyire spúrok az emberek néhány adó, hogy kemény dolgok vannak persze. Az ember meg átmegy az ember, nem számít. A Dogi, mit csinálsz? Még max azt tudjuk megcsinálni, hogy neked, vagy ti kettőtökönnek van kedvezmény, aztán ti továbbadjátok a többieknek például a kaját. Na de viccet félretéve, a kaját is nagyon megköszönjük, de valószínűleg ugye szükségük lesz azért szurira mindenképp itt a molotovos dolgokra, nem annyira egyelőre. Ha ott meg tudunk állapodni, ott is egy jó árba, akkor ez egy hosszantartó kapcsolat is lehet akár. Jó, figyelj, egy pár kontaktot csapjatok már át. Nekem meg vagy Rob. Akkor én megadom. Robként meg vagy, ja, csak még, egészen másfélben mozogtatok még. Ja. Ja, csak hát nagyon történtek dolgok, aztán azért kellett egy kicsi változás nekünk is. Ennek ez 166-11 vagy, ugye? Így van. Jó, faszom. Én meg CJ vagyok, 978-725. 978-725? Így van. Magyarul telefonszámok vannak manapság, bassza, meg írok egy SMS-t. Oké. Okay. Szevasztok, halló! Szevasztok! Akkor is szállításokat, azokat hogy oldjuk meg, hogy bárkinek nálatok le tudjuk adni? Hát szerintem az a baj, van aki nem biztos, hogy kibírja perkelni, mert vannak ilyen kis izék. Hát, ja, meg figyeltek. Mennyit hozzunk? Szóval most így egyesével akkor... nem fogunk ide rohangálni, az biztos. Hát nyilván, amikor szerintem ilyen 200-200-200-esebb hoztak, az úgy jó, aha. Aha. Jó, oké, viszont át tudod venni amúgy, mert akkor én téged bármikor. Én át tudom venni, meg Dadog is át tudja venni szerintem. Ja, te de amúgy Kád is szerintem. Amúgy nagy részt sokan csak jön, mondjuk, ha ide jöttek a Pörszhez, hogy lehet találtak egy-két embert, aki még nem fogja tudni. Okay. Hát azért kérdeztem, hogy vagy beszéljünk meg egy bizonyos időpontot, hogy mikor hozzuk általában, hogy hetente vagy valami. Mert akkor ezt is így ki tudjuk akár kalkulálni, hogyha nem mindenki hát, tudja. Hát ha hét elején hozzátok. Mit tudom én, ez a vasárnap, hétfő, kedd, ilyen időintervallumban, akkor biztos találtok ezen a három napon itt embereket szerintem. Jó. Engem sűrűn megtaláltok, ugye. Ja, téged talál. Meg téged ugye hívni is tudlak. Így van. Jó van, figyelj, meg fogjuk ezt találni, nem kell túl benyújtani, valakit úgyis találunk. Csörgünk, aztán ha vagytok, akkor átveszitek, ha meg nem, akkor meg türelmesen várunk, az kész. Ráérünk mi is, nincs jó, csak annyit kérünk, hogy olyan... Majdnem azt mondtam hambusos, de pörszös dolgozó tisztelettel, akit nem ismertek, annak ne mondják. Nem, hát nektek károltok neki így, titeket látunk, nektek szólunk, aztán kész. Hát jó, majd legközelebb bemutatunk még több embernek is, akikkel tudtok üzletelni. Jó, az nagyon fasz, az is rendben, jó. Jó van, gurulunk tovább, mert nekünk is van még ezer dolog, aztán hogyha úgy van, akkor most már van két kontakt is, csörgük, ha van valami, jó van? Jó van. Na már szerintem ne is kezdjünk, amúgy az estében neki kezdjünk majd, hogy amiátok, itt jó szállítgatjuk. Jó, köszönjük szépen, szevasztok! Szevasztok, a mi a helyzet? Hogy anyámban nézel ki? Mi vagy? Húha. A fodrásznál voltál? Mint valami eltolzult kakas. Amúgy akarok valami fontosat mondani, gyertek. Jó. Én is miért nem mondod? Nem kell messzire menni. Miért nem mondod egyszer nekem azt mondjuk magam, hogy úgy érzek én, mint egy kibaszott lakhozajad? Úgy nézek én, mondjuk én, mire kibaszott lakozza amúgy. Várjatok egy pillanat. Veszel egy újságot előtte? Mi
Mi a fasz van? Mit szaladgál neked? Megvannak őrülve, hogy folyamatom, hogy itt nagyon sok a civil amúgy itt a múlva. Úgy döntöttem, hogy visszavonulok és cukorka árus leszek itt ebben a bódéban. Hát már nekem valami cukorkát? Ha jó lenne, hogy igen, egy rágul passzincs már. Hallottad, hogy most Árvendarogi varandizik? Mi? Igen, beszéltem valaki. Igen, de azt mondta, ja, a patit már emlegetett, szóval igen. Árvender, randizgattunk, Dadogi, Dadogi. Figyelj csak, Magnó. De én nem akarok Leo Leopold hív a börtönbe, várjátok. Halló, mi a helyzet, Leo? Szia, Magnó. Ülsz a beribe? Tegnap ékszer volt, nem. Tegnap ékszer voltban, mikor kapom meg a pénzem? Márkus hát, is ott van. Milyen ékszer volt? Mi bajod van benne? Hát, amit raboltunk. Hány részre kell osztani? Nem tudom, miről beszélsz, milyen ékszer volt, Leopold. Én nem voltam ott. Hát de mikor kapom meg a pénzem, basz? Nem, miért nem tudom, miről beszélsz, Leopold. Én cukorkárus vagyok itt a mólón. Na, mást is ellopja. Riki maga mindent ellop. Jó van, nyugi, itt van velem az igazi lakuzza, meg ilyenek, de nem voltam semmilyen ékszert. Az ízért a szontást kérdez. De voltam, basz. Ja, szontást? Jó, aha, őt hív fel. Jó, hello. Mi ez az őrült őrlet itt? Amúgy ezt jó sokan van itt a pörzén folyamat. Ebben, mint Almusnál. Kellene ide a mondjad már az embert, a garázsunk. Az autónkat, mert itt vagyunk, ide rakjuk mind hatan, heten az autót, aztán már más nem is félik. Tényleg szontás meglettek a hambusból a maradék. Van nyeremény játék, felkérdőkébe vegyünk. A táskákat átfosztam. Hú, nekem még el kell menjek a nagykalibere, mert nagykalibere kér a titkos szévbe. Meg rendelünk szépen egy fegyvert is, igen, meg mai nap még, hát el kell vigyük az arabok, arab barátaimnak eladni a fegyvereket, ami meg valami több százezer visszajött meg, de veszünk a 100 füvet, 100 kólát, meg szerintem rendelek fegyvőket is, kicsit újra izéljünk. Hát ez lehet, hogy nem állt, de mert ez egyik tálalom, hogy üres, nagyon üres, minden, ja, nagyon üres, minden. Nekem van a motelben is, csak romlik megfele, úgyhogy ilyen hangtompítókat is rendelsz főnök örökben. Aha, egy párat szerintem rendelek, ja. Mondjuk ezt a lámpát lehet nem fogok, vagy nem tudom, az kicsit felesem. Nem tudom, én most vettem egyet, és nagyon jól néz ki. Tényleg, ez úgy illik hozzá, rendi, az ki a Hitman. A Hitman, rendi green. Most ilyen Miami Vice-osra próbáltam venni, de mindegy, akkor még a bajusz is. Amúgy tényleg, amúgy tényleg, most így mondom, jó, hát el kell fussál, kérlek. Hallod, főnök, hozok én füvet meg kokain, mert csak romlik meg a izénbe. Jó, jó, az ki az izénbe, figyelj, most elmegyek, veszik én néni egy áriset, most egyről azt írtam vissza, csak kicsit magas lett szerintem, hogy adrenalin, tösz mondjuk, hát ez kicsit mondjuk egy százassal lehet lejjebb kéne venni mindent, vagy 50-nel, hogy 1 és 25 között 600-at írtam, de ez lehetne 55, vagy 550, majd egy, hogyha 25 adrenalin alatt veszek, akkor 550 meg körül, hogyha 25 és 50 között, akkor 500-ba, és mondjuk 500, vagy 50 és 100 között meg 450-be, mit szóltok? Hát, mondjuk ezt aztán, ha négyen húzzák a szájukat, lehet módosítani, de hogyha ja, meg... nem... Tehát ha uráljuk a piacot, úgyis a mi áraink lesznek a mérvadó. Ez igen, meg abból, hogy darogja azt mondták, hogy ilyen 250-nél lehet adrenalint venni, de azt utána jelentősen 4-400 alja inkább. Igen. Meg Molotovra azt írtam, hogy 1 és 5 között 2500, 5 és 15 között 2000 és 15 és 30 között 1750. Hát én 2000 alá nem mennék. Hát amúgy én azt úgy mondod? Csinálnám, hogy 30 alatt... Senki nem kérdezte, darogi. Ja, jó. Engem érdekel. A fő gyártónk. Fú, amúgy ez tele van szemetem az egész adrenalin. Aha, én simán csinálom. Olyan leszek, mint egy jó lobot. Tegnap egyet csináltam, olyan lett, mint a víz. Miért ebben is van ilyen minőség, mint például a kólánál? És mi? Mirom, hát, mirom kétszer, hát nevezni nem mirom. Kisebb az esélye, hogy nem lesz erdők, vagy hogy működik. Aha, szemszem, ja. Aha, szem szarabból hat, a szarható anyag vágott, mikor, hogyha elrontod. Én anyagbeszállító vagyok, kerestem embereket, úgyhogy most már hozzá. Amúgy ez jó, az is nagy segítség. Ja, de én nem annyi azt mondom, hogy körbe kéne nézni. Lehet, hogy tegnap szerencséd volt, Dadogi, mert aki volt. Van egy tervem, de ez... Nem egyedül kéne csinálnod. Van egy tervem, de ez elképesztően titkos, úgyhogy ezt csak a jaktomon mondhatom el, úgyhogy gyertek. Nem akarom ott elmondani, ahol a fülek vannak a falon. Megint a fél brigád meg fogjuk lenni ezért. Jó, de nem, de hát csak kevesen megyünk, érted? Meg itt egy köpés sem, most már csak amúgy. Mit szaladgál amúgy mindenki itt faszom? Hova sietek amúgy, tényleg? Félnek tőlem. Amíg ez igazi lakuzátabb, azt én is tartanék egy kicsit. Hát ez az új hely, ez fenomenális. Ez ilyen paróka, aztán elfésültél, hogy még hogy működik? Paróka. De vagy, nem? Sokkal durvább. Gengszeres. Ja. A Joe nem elérhető. Erre kell menni az izéhez? Erre, aha. Ne! Takasi!
Lokkos a víz alatt! Bajban van, Takashi, meg fog fulladni! Takashi! Takashi! Hogy lett lokkos a víztől? Keci! Meg fog fulladni! Meg fog fulladni! De! Hát ezt nem hiszem el! Még ő is mondtam azek! De hát ezt nem hiszem el! Nem tudom, én nekem is nagyon fájt! Hát geci, amúgy... Dadogi van nálad, Suri? 5 perc, sőt egy perc nem telt el azóta, hogy Takashi mondta, hogy baj lesz, hogy akta, ez már itt van a kezeim között. Ez kalma. Kibírjátok emelni? Kibírod emelni, Randy? Ha elengeded. Aha. Nem. De ott, meg fogod tudni szerintem. Engedd el. Ó, jó, megvan. Végle. Oh. Mindenkor most majd innen felmegyünk, Igazából rátértünk a témára, annyi a lényeg, hogy jött egy brilliáns ötletem, ami szerintem majd lehet biztos meg csináltam volt, de arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy feltűnt nektek, de csomószor rendőrök használtak ilyen szurikat, ugye rajtunk, mikor mondjuk valami razzia volt, ilyenek. És 1000%-ig biztos meg benne, hogy mondjuk ezt bevássák valahonnan, és honnan mássan a kórháztól, mert ugye onnan gondolom legálisan veszik, de hát a kórház honnan szerezhetné be? Gondolom valaki eddig is eladta nekik, és mi lenne akkor, hogyha ilyen titkos áruhába, mert ez kivételesen tényleg titkos áruhába kéne, mert hát az a baj, úgy hallottam, hogy ez egy lebukható téma. De arra gondoltam, hogy ilyen áruháborra megyünk páran a kórházhoz, és feleljük nekik, hogy mondjuk hetente elviszünk nekik 100 adrenalint, megveszik a piaci áron, azt hogy meg tovább tudják erősíteni a rendőröknek, mondjuk drágábban, értitek. És akkor van egy fix vásárlók a kórházhoz. Szerintem kéne egy közvetítő ebben, és én már tudom is, ki lenne a legmegfelelőbb. Odin. Nem. Mustár Gusztáv. Biztos? Nem, de... fejembe jó hangzott. Tök jó ez a beszélgetés egyébként. Nálam sincs, Suri, baszki van. Száradjál meg! Nálatok sincs, jó, akkor vigyük, közben meg kocsiban beszéljük. De szerintem ez jó ötlet, nem? Itt is beöltözünk valami áruhába. Ezen létrán óvatosan menjél lassan. Megvan ez sima. Ez jó ötlet szerintetek amúgy? Szerintem jó. Erőleg Takashi. Még most elmondom. Igen, miért nem fogsz emlék? Miért nem kellek föl? Szól, ötletnek nem jó. Mi a baj az ötlettel, Szontász? Nyilván, kevertem szavakat. Mi a baj velem? Beszéltem. Ötletnek nem rossz, azt akartam mondani, csak más jött ki a számból. Azért mondom, hogy szerintem is ki lehetne vitelezni. Megint bekavárhat, ugye? Ez ja, persze, ezeket titkosan csinálni, és mondjuk csak olyan úgy elmennünk, akik oda is félnek a dologra. Például nem egy Márkusz nem belevonni, ez csak full titkos csinálni, csak mondjuk csak úgy mi négyen tudunk róla, vagy öten. Hát, hogyha, de érted, nem fognak átbaszni, hát, hogy kik vagyunk, ez teljesen titokzatos lenne. Egy anonimban keresnék fel őket, tudod. És hogyha rendőrök megkérdezik tőlük, hogy honnan szedik. Nekünk eddig olyan jól szokott sikerülni ezek az anonim. Jó, de érted, hogy most nem hiszük el Márkusz, aki mondja az iszé 5 perc után a neveinket, akkor nem lesz gond. Jogos. Elviszem Takát a kórházba gyorsan. Hát előbb adrenalin. Ja, akkor adrenalin és utána viszem el. Jó, én itt leszek. Majd szóljatok rédion. Hát akkor beülök inkább ebbe az autóba az animusra. Próbáltak ki a 75-öset, van otthon. Jó, persze szúrja bele a szart, mi? Kösz dadog és faszom legyél a fogkefét, hogy a szalt, ezt belém kell szólni. Üdvözlet! Ellállana kérem, sérült van nálam! Sérült? Takashi nagyon rosszul van. Valamelyik ők TMO-s? Dixon? Én az vagyok. Na jöjjön akkor, Takashi. Kikapom az autóból. Egyébként nem vagyok az. Nem TMO-s? Nem, de van adrenalinom. A saját kocsimban. Jézus, hogy néz ki, mint egy... Úgy, mint igazi lakuza. Igen. Kibaszott Angry Birds. Ja, tényleg egy kicsit hasonlít. Nem bírok menni, nem látod! Ja. Basszom a tudás. De most miért van takka a földön? Mert megmentik a rendőrök. Segítünk rajta éppen, hogy ne legyen dög. Ja, nagyon kedvesek. Vigyük be, kocsimban van. Ne vigyék már be, kérem, hát én már vinném a kórházba, csak nem állnak el az útból. Ez nem segít szinkos meg. Jesszus! Vigyem be az autómba, kérem, hát hogy vigyem már el én a barátomat. Hát de így, hogy most már a rendőrség közbeavatkozott a rendőrség, ugye?
De hát hogy, hát nem is avatkoztak között, egyelek kérem. Hát úgy volt, hogy segítünk rajta, mert úgy tudtuk, hogy Dixonnál van leteszi, kérem. Persze, persze. Rendőrök miért rájálják el mindig az utat? Elviszek, Takasi, ne aggódj. Kösz. Rendőrök, jól segítettek, nem? Jó volt. Elállták az utat. Jó, ezt mi megtettük a tőlünk legtöbbet. Hát ezzel igen. Nem magamat minősítem. Elég sok volt, hogy ez volt a legtöbb, az kemény. Ez volt a lehető legtöbb, amit tehettek? Hát felkérdek, hogy bevén nyomjátok, aki még nem szóval, aki még nem lépett be esetleg, lehet nyerni egy billentyűzetet és egy fejhallgatót. Arra megyünk először Adrenalinér, megnézzük. Összehogy nem működik, akkor elviszek a kórházba. Miért mondtálám azt, hogy Angry Birds? Hát egy kicsit hasonlít a hajacskád, nem? Szerintem. Mondjuk a kocsiba még jobb. Már mi van a kocsiba? Egy kicsit itt a kapaszodnál. Mert a paróka egy kicsit izé. Ne engedett a ragasztó, tudod? Ó, fajsomat megint vissza kell lagasztanom. Tiárus. Megmutatom nektek az adrenalinos tárolót, ha már itt vagyunk amúgy. Megmutatom Dadogén mennyit csinált, mi elfoglalkozunk. Hát lett egy új éttermünk, a Purse, a ambush helyett. Illetve adrenalin és molotov. Remélem nem fölösleges útért jöttünk ide. Az igen, Getsz. Ebben van a szuri. Hát és mi a kód? Adjál már! Amit bent is. Eleget segítettél. 60-60. Kéj fel! Megmentelek, Takasi, ne aggódj, megmentelek! Az igen, Dadogi. Igen, Dadogi, ez keményen dolgozott. Én is jártam egy keveset, de Dadogi, igaz képest, az semmi volt. Igen, Odin Bagwell. Adjatok köpetet egy felek. Füvet! Nincsen, most hívom a köpetet, hogy adjon el nekünk. Semmink nincs! Senki nem veszi fel a kurva telefont, amúgy hihetetlen, ez tényleg hihetetlen. A rohadt kecik, tényleg most senki nem veszi fel a telefont. Lényeg, Odin, mi a lényeg? Nem megyünk motelbe, hozok akkor füvet meg kokót. Ah, megyünk. Kárka. Mindjárt jövünk, hozunk cuccokat. Nekem, hogy senki nem veszi fel a telefont. Hívhatom én köpetet, hívhatom én kúpert, hívhatom én bárkit. Csak telefonálgatok a rendőröknek, mert el vannak maradva a szerződése megint. Nem tudom, akarnak-e újra a Purse-be. Ilyenek. Szeretnék oda járni. Mindegyik, minden, nem tudom mi van amúgy. Lehet megharagudtak rá, nem? Hát nem, csak nem. Még a ambush romaink közül kikérdezhetjen még nekünk is a nagy kaliberjeimet. Van még benn pár... Úgy láttam már, hogy becsögelték ajtókat, nem? Jaha, az még lehet egy kicsit gond, igen. Elmegy a romokat. Elfelejtettem. Az a ambush belsejében még van egy 3-4 nagy kaliberünk. Vagy igen, 2-3. De ambush rapalás már nincs ott. Megnézhetjük, de én mint úgy elszágódottam, mert úgy láttam, hogy be van szögelve. Akkor ilyenkor mit csinálunk? Uha, az FPS nincs a csúcson. Hát ez bizony be van. Mekkora zene? Ez nem rossz adat, PRC. Ebben szeretetni egyet, amíg jössz, jó? Rendben van. Kérlek. Azért lett a hambus helyett más, mert a PD meg a hambus egymás mellett, plusz rengeteg autó nagyon durván laggoltatott. Ez kellett egy kis változatosság.
halászhatóan fönt. Hú! Mekkora zene, ahogy ez? Mekkora zene, ahogy ez? Hatalmas banger. Gyere, hogy a vodnézők megint meg csak csöndbe ülnek és hallgatják a semmit. Szegény vodnézők amúgy, néha úgy sajnálom őket. Hát nem kéne átfesteni sárgára ezt a Ferrari-t, mindenkinek piros a Ferrari-ja. Vagy az egy... Mi volt lett? Ó. Igen, vadnézők, ezért kell élőben nézni. Képzeld el, mi különleges a jointom is van. Különlegem, mennyi ízéd van, mennyi fűvenek jointod? Hát 60... 8-9 fű. Jó, az jó, tele vagy baszki. 70 füvek itt az évbe. 5-10-20-30. Mi a 20-30 kor a szállítás köbe? Nem volt mire költeni főnök, mindig kérdezték kell. Hát, mindig mondtam. Halló? Csáó, figyelj már, akkor kell neked már az a 100 kokain? Hogy ne kéne, persze. Jó, mikorra köbe? Akár most is. Egy pillanat megkérdezem, hogy szeretnek fel a srácok. De szerintem jó, már jó. Mindjárt megveszünk fel azt, akkor visszajelzek, jó? Jó. Oksa, seba. Oksa, csau. Elugrunk még egy bolt belő papírokért. Veszik érni az adrenálisát, ezt odaragadni embereknek. Befura lehetettem, hogy most visszaemlékszem, mennyit RP-ztünk úgy, hogy üresek voltak az utcák, amúgy már annyira megszoktuk amúgy, hogy mindenhol vannak NPC-k, de gondolj bele, hogy... A csaja az rendőr? Hát csak nem. Vagy de? Nem tudom, annak ilyen. Hát a fasza. De jó amúgy. Ennyi évig úgy RP-ztünk, hogy üresek voltak teljesen az utcák amúgy. Ugye, de mit hallgattunk régen? Ezt. Most az összeágorul, meg itt az elnisteket. Szóval el is megvenni kokain. Négy lábban van, de mégis megbotlik. Az LL Juniornak a részét kérnénk megtanulni amúgy. Ezeket melyik felrakjam be a hűtőt raktárba? Micsoda? Oda tegyem be ezeket, ahol az adrenalin van. Először mehet a szokásosban úgy, igazából. Mert az a nem tudják a többiek a kóra, de simában mehet amúgy. Jajjá. Mennyi kokaim, amit mondtál? 46. Azokban mehetnek, aha. Még szólja valami ízét, vagy kis vizet nem kell igazából. Ha nem kell. Tök mindegy. Így csak megromlott volna. De nem tudom a szöveget amúgy. De ez a rész kéne, ezt a rész kéne megtanulni. Képzeld, van még fél éves jointom is. Emlékszel, voltak azok a lupóik, a liláik. Melyikek, akik még ott laktak az énél? Ott a bankkal szemben, Heavy Kevin Jr. Igen. Ha ők csináltak itt, van különleges. Jaj, emlékszem, még nagyon régi hambos volt. Abból is van 6 darab. Szevasztok, hello mindenki, egy 10 percen belül majd gyülekezzünk otthon, addig szerzünk kokain, meg füvet, majd is a szontász hozzászene. Nem, mert esetleg egy 15 perc hol van. Hát akkor 15 perc, az is jó, csak utána meg le kéne szállítanunk az SMG-ket az arab haverjaimnak. Jó. Úgyhogy mindenkire szükség lesz. A Dogi, hol vagy? Ruhapobban vagyunk itt, mint Takiba, meg Rendivel. Majd egy iszétől fegyveres árisát küld már át.
Ó, hölgyeim! Melyik fegyveres áldozták? Ja, melyiket? Hát amit adtak ezek az alkoholistáék végig. Na. Még nem adták oda. Ja nem? Írják össze. Ez mennyire adom NPC? Sokkal drágább lesz a nagy kaliber. Ami karbin legolcsóbb volt, ilyen 8-7 ezer, az most lesz 13. Ez hogy jöttek bobék is. Hát ja, ennek ők is csak pisztolyt hozzanak, mert egy nagy kaliber, azt most ne. Nem akarok jó, ilyen nagy felhajtást. Hát, Emmával, Bobba meg Izával vagyok, úgyhogy akkor pisztolyt hozzanak. Jaj, itt 15 percben van, jöjjetek haza, aztán ennyi, csak pisztoly legyen náluk, aha. Nem jó, akarok passzok. Semmi nagy felhajtást. Jó, jól van, seba. Jó, cső. Valami ide kéne venni amúgy, szerintem nagyjából. Mennyien vagyunk fel? 160-an, let's go! Nem adom. Meg elugrunk motorjába, hogy a törökhetek kurváimmal, amúgy nagyon nagyon nekattam. Jézusom, milyen hosszú ez a poszt. Hosszú ez a poszt. Támogatok Szenérben, Stázi. Keci. Stázi. Stázi szponzorál egész izéket. Jó, hagyó. El nem rakom ki amúgy, Magnum nem ilyen izé. Hello, hello. Két napig vehetem még át a csomagom a postán. Miért mindent a posta hoz? A rohadt posta amúgy már. Öttel kevesebb kokó lett. Akkor elszámoltam. De 41 van bent. Most... Most meg kell írnunk az állistákat. Hozzad? GLS. Én is csak GLS. Ha van opció GLS-re szállítani, csak GLS. Nem lehet kiveszni máshoz. Ez egyetlen szállítási opció itt ezeknél. Várlistákat berakom. Messze a GLS legjobb, mondom, a futár már ízé úgy köszönnek, hogy már méznek a nevét tudja, már annyiszor volt itt szóval. Plusz pisztoly kell valakinek, hogy van lesz-e gyülekező itthon. Heavy, jó lesz, tökös igaz. Le kell szállítanunk a ázsiai bazeg arab haverjaimnak az SMG-ket. Egy csöves pisztolyjal? Pisztolyjal megyünk, csak nem akarok nagy felhajtást. Nem lesz. Nem lesz más, csak pisztoly. Kokain? Kokain az jön. Az van. Köszönöm, mennyi SMG van. Egy 10 perc is megyek. Jó, hogy egy 10 perc, ráérsz. Ráéregettünk. Oho. Ugye nem a rendőrségnek szólsz abban a 10 percben, kis lúzer. Leopold. Loser kobok. Úgy is mondott, nem. Pajd van, Leopold. Nekem sem. Ez a facam. Nem mehet fel a hangomra. Gyerek, mutatom az ötöm, meg kell mutatom, hogy nekem jól szép. Bár én majd meg kell tanulnom ezt, hogy be tudjam izelni. Várjátok. Most megpróbálom gyorsan felolvasni, az a vagy... Várjál, gyere velem hülye gyerek, mutatom az ötömeket, mutatom, hogy neked az a jó, szétírom az ötömeket, neked az a tradíció. Mert ha elérsétek az újságírók, írom a telefonomat, és jön, ha bár, igen, az a baj, belakadok néha, de azért én is tudok gyorsan beszélni, hogy kérdés mennyire értető, valószínűleg annyira nem, de ja. Amúgy ez keményen nyomja a junior is azért, kemény amúgy. Na, megtanulnám, szerintem menne gyorsabban, és bőven menne gyorsabban szerintem. Tudom, hogy nem a Goofy van fent. Ezt átkapizzuk ezt a szárlistát. Adios. PSG Ogli 2.4. Ki tud gyorsan veszni az érti? Én amúgy nagyon gyorsan tudok, de hát édes anyámtól örököd. Nálunk a családi, kézzétek el, nálunk a családi karácsony. Úgy néz ki, hogy a kisebbik bátyám, meg anyukám ugyanilyen gyorsan beszélek, mint én. A nagyobbik bátyám meg semmit nem ért abban, amit mondunk. Kurva jó szokott lenni. Oké, árlista. Nanin. Moló. Árlista. És még szemben az adrenalin menjen úgy, hogy 550, 500, 450.
Való meg szerintem 2750, 2500, 2000, mert Randy azt mondta, hogy szerintem legyen izé alatt. Jaj, ne! Faszomat. 550, 500, 450, 2750, 2005, 2000, a dogás, itthon vagy? Ha? Fegyverkezde van, már van kokain, meg fűszont eszél oltába, vegyetek egy pisztolyt magatokhoz, meg elég lőszert. De megvan az itt a prototípus árdista, nézzek, darog, ez így szerinted jó-e? Mi az elég lőszer? Egy perc is otthon vagyok. Ez csak elég. Adok még egyet, ha tudok. Ooo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 o
kokain, meg fegyvereket. Bocsi. Aha. Szerintem ez jó lesz. Kosza. Aha. Hát egy kokót tudok adni. Egy, de csak. Ebbe van gyere több példánk? Van, hát most csinálom minket éppen, ha. Akkor gyorsan szárakom. Jó, nem is ki lehet másolni, nem sok cedlit írtam eddig még életem során. Kéne, úgy de jó lenne, be kéne hozni a Flakiknek a negyedik tárolót, mert agyvérzés kapok amúgy ott a három tárolót, olyan kevés. Te jó, de a pisztolyom, na. Na, pont nem tudod a tároló kódját. Elmondta Randy bácsi. Az a gond. Segíteni kell kipakolni, csak előbb várj előbb, még na igen. Inkább a 2-3 eszkelédet előpakolom, azt majd hozzod. Ja. Jaj, de útba parkol mindenki, ezt nem hiszem el. Ez Isten verjen meg amúgy. Ne az útba parkoljon mindenki, basszátok meg! Amolyan mondom, hülye árvenem, hogy... Bárki is ez a szürke brabusz, fel fogom robbantani a geszibe, hogyha nem állod én. Azt szerintem J.E. Pisztolyt hozza mindenki, ne nagy kalit, köszi. Pisztolyozunk, aha. Én hozzam ezt a heavy rifle. Hát akkor nem jössz. Az értelmes. Eljövök. Heavy rifle, tedd le. Elhozzam. Nem hozzad el. És van kulcsod ehhez Arvén? Mert be van zárva és kecire útban van az igazság. Én már úton vagyok oda, ti hol vagytok? Ő nem Arvén. Hova? Kis úton vagyunk. Hát én már megyek a heavy rifle-ömmel a pozícióba. Hova? Escalade. Kell valami segítség? Társágot kéne belepakolni ebbe, ha. Hát... Jó, de én nem tudom. Igen, matekozom, hogy ez majd mennyi. Nagy, ez jó, quick mats, quick mats, quick mats. Aha. Gyorsan 66 ezer. Meg. 130 ezer. Meg 42 ezer. Meg 22 ezer. Meg 40 ezer. Meg 50. Még 26. 42. 4. 10. Ó, belbasztam gáz. Ne! Benne se vagytok. Nem, Dada, azt még nem írtam fel amúgy. Nem írtam fel azt, hogy mennyi van nektek. Azt is fel kell még szóval, megcsinom később. Jó, de fesz. Jé, odébb állsz végre azzal a szúgykos autót, de útban van ez, mint az autó. Útban van az autó, a Brabusz. Nagyon. Mindenki legyen egy pisztoly, legyen bekúlázva. 478. Hát, le vagyok, mint a gép. Helyes. Meg a növedéknek is van a fegyvere. Ja. Ezek a... Ezek még az a táskák, azok meg azok lehetnek? Á, mindjárt megnézzük, aha. Te mit már bepakoltátok? Aha. Ez a hajsz...
ha... Azt szerintem nem, az mindjárt megnézem azokat a maradékot. Az adrenalin cénéért megnézted? Ez ebbe abba van, az abba van, ez is. Ebbe az van, ebbe nem az van. Jó, a többi az nem jó, oké, okay, megvan. Jó. Hát ebbe be se fér. Akkor csomja van ennek. Halló? Jó. Na, körülbelül még egy óra kell nekünk, hogy lefőzzük ja, a maradékot. Ja, pont jó, pont jó. Ja, akkor figyelj, egy óra múlva nagyjából konzultáljunk, akkor most pont közben értenünk is valami. Jó, akkor egy óra múlva hívlak, Csumi. Jó, jó van, szépen. Egy ilyen autója van mindenkinek, hogy mi a szitu? Ez még nyitok valaki playlistjét, visszanyitom a... Mit mentem, hogy kurva jó playlist volt, szóval... A cigány repült, ezzel vagyok kérdés. Jabber megy pot. Én Miami Vice-ba csolom. Ugye? Oh, háj, most figyeljetek már, most milyen stílusú pisztoly van? Ez... Pisztoly. Mi a pisztoly? Pisztoly, bármilyen pisztoly közelben. Az. Bármilyen persze. Pisztoly közelben. Hát ez nem is. Akarok érte nagy felhajtást. Az, igen, az is az. Jó. Most sikerült kiválasztod a legkeményebb pisztolyt. Nagyobb, mint a fejem. Nem, nem kell maszk, nem. Hajnak kéne, én maszkba megyek. Jó, Márkusz, ez jó. Ahol nekem is van ilyen maszkom, figyeld. Majd összekösz. Vagy meg akkor, mint a combod. A combod és a téldet közötti távolság. Most hova megyünk lövöldözni? Nem lövöldünk igazából, mondjuk az a baj, még kell egy kis időt a korrupzsaromnak, bár nem tudom, mert az előbb írta, hogy szóljak, ha megvan, mondom, aki indulok 20 perc, ez 10 perc, hogy nekik még egy kis idő, de... Ja, amúgy nem, bassz meg, csak hát elintézi, hogy eljussunk oda észvétlenül. Az arab, hát ki kell vinnünk a hajóra, azt ötöleljük az araboknak az SMG-ket. Annyira sajnálom, fizetnek. Hogy John Parker nem szokott. Ja. Ez a John Parker. Nem emlékszel rá? John Parker. Tordai John. Ja, a Tordai John-ra, igen, nem emlékszem. Mi van Tordai John-nal? Nem tudom, rég láttam, egyszer elmentem vele fátvágni, még egy másfél év azóta nem láttam Tordai John-t. Miért angol a kurva szökőkút? Magnum, az tényleg igaz az előbb, hogy összekeverted Emmát Arvennel? És le Arvenesszed? Ki ez az Emma? Ajjaj. Én vagyok. Ja, szia Emma. Hello. Ajjaj, igaz. Igen. Felvette a kis izé. Jó, hogy nem markolj te. Levetve, levetve. Hogy a színben? Levetett a... Na, inkább nem mondom. A pont, hogy a faszomban nézel ki. Antinüszet volt rajta. Micsoda volt? Mi volt? Jaj, hát te. Antinő. Antinő. Kuszoljál a ja, tudom, a tordas antinőt nem a tordas. Ja. Hagyjon meg. Most már villantja a kis puncot is. Ajj, jól láttam, mi van a kezedben. Aha, ezzel játszok. No, te benne legyél tapasi. Ó, ez enyém. Még kell egy kicsit várnunk. Jó, de nézni se vagy, nem? Adok ilyen magyari körbegén telefonálni viárainkkal. Most ez mi az, valami izé? Kitől lehet fegyvert venni most, azt kérd meg, tudom, mint mondtam, most drágább lett a nagy kaliber? Aha, a régen, ugye a karbin... Mennyibe kerül egy nagy kaliber? 2000 volt a karbin, most meg ilyen 13-en fogják adni. 13 000 egy nagy kaliber? Aha, a legolcsóbb a karbin, az annyi lesz, ja. A military, a legdurvább, az pedig 20 plusz. 20 000 egy military, azt hiszem. Aha, 20 van annyi. Hát az egy fos. Ah, van ilyen hangtopítód még, Bob? Aha. Bazdek, tudsz egyet adni? Mi fizettem utána? Hát mennyi van nálad? Igen, mondja meg vagyok valahogy, de hát nincs nálam. És el kell menni. Ja, hát ráérünk, mert elvég még egy 10-15 perc van sajnos, úgyhogy eddig miért? Ilyen heavy? Heavy pisztoly. Hát, ja, mert rá van szerelve már a fegyveredre? Rá. Ne, jó a heavy, aha. Jó, akkor ő... Márkusz, amúgy csoda, hogy neked még nincs hangtopítod. Vegyük azt is majd? Na, ha kéne nekem is majd. Majd felveszik én mindent, hogy most a kokain, a fű, azt meg van rendelve, adrenalinunk az van. 50 hangtopítót vesz a halál, hát ez 150 000 dollár, ne szopass már. Tényleg? Mi a fasz? Ez mi volt? Akkor úgy mélyen... Szexelni fogunk Emmával, és tudtad ilyet nézek. Ne szopass, de ott el mellett, te hülye. De hülye azon a, mit Jay néz, most már vannak talk show-k is, meg ilyenek, biztos egy olyat néz, meg podcast-ek. Én tésztem dadoginek. Várjál, majd van valami állista, mindjárt előhozom, ami nem olyan drága hangtompító, csak kell. 1200 Magnum. Annál is olcsóbb.
Elbaszott állistákat osztogattak az első két nap végig. Kicsodák? Hát akik gyártják. Nem tudom, olyan, mert ahonnan kicsoda, meg hülye, mi szerettük picsa. Ott 1200 darabja. Akkor jól át vagy baszva. Nem én vagyok átbaszva, mert én ajándékba kaptam. És most itt... Ó, ezek a hülye papírok amúgy infők. Ja jó, igen. $1000 itt a szupresszor. Tisztelet, Kai, üdv! Tisztelet! Szeretnék érdeklődni, hogy az a múltkori SMG-s dolog, az még áll? Lehetne abból még bizniszelni? Ja, eladni? Igen. Hát aha, most még aktuális, most visszük el, hát a, most fogjuk deportálni őket a Közel-Kelet, hogy most hát utolsó pillanatok, de fel sem megoldható. Jó, egy ilyen 10-15 percen belül oda szánkóznánk gyorsan, jó? Hát az lehet, hogy kicsi sok, már kell induljunk, nem tudtak ilyen 5-10 inkább? Akkor leszűkítem 10 percre. Jó, az úgy jó. Mennyi darab lesz csak, hogy ott készül egy KP-val? Hát szerintem egy körülbelül maximum 20. Jó. Jó, rendben, várunk. Jó, sietek. Még ide jönnek még 20 SMG-vel, mert azt még elfejtették odaadni. Ezt megvárjuk, meg mindjárt mondom az állistát, amit találtam. Itt mennyi? Itt 1000 a szupresszor. Itt meg 900. Én most találtam egy két állistát, egyiken 900-be kerül a hangtompító. Várjál, oxigén palack 800 per darab. Flashlight 750, szupresszor 900 per darab. Repair tool, ami mindjárt majd felolvasom, mire jó, a 190 per darab, tolvajkulcs 350 per darab, toolkit 250, pisztolyjavító 600, nagykabérjavító 1000 per darab, shotgunjavító 700 per darab. És akkor az engem jól átbasztok. Ja. Azt nem azért bazdák, mert kis tételbe vetted az a bal. Én amúgy berendeltem magamnak mindenből 30 ezer jól. Nem menősködj, én megint fel vagy vágva. Kicsoda. Fasz menősködsz. Meg kell vennünk ezeket az SMG-t. Azt mondta a rendőr, még ne szállítgasson el, mert most a vízen van valami üldözés. Pontban megyünk nagyjából. Fasza. Hopp, te most hoztál végül? Nem, el van pattamba az egyik él a kezedbe. Mert tegnap valami ízét ajánlgattak nekem valami... Adtam. Nálad nem megy, de Kai. Ott van nálad, bazdik. Nálad is. Ja, baszki. Ó, kösz. Ne kemény. Alá. Itt sokkal jobb a visszarúgás, a hülye. Alá, itthon vagyunk. Hát ez megéri így, abszolút. Fasza, kösz. Itt hol? Itthon. Mindjárt indulunk. Csak még várunk a kurva izékre. Hát most ezekre amajáékra. Aha. Nekem gyémánt ékszer. Ez a playlist, ez most annyira mélem, vissza kell menjünk a másik playlistre. Chat, Spotira betűjére küldeném, vagy Spotira, DC betűjére küldeném, vagy Spotify playlistjeiteket, azokat hallgatjuk amúgy most erősen. Meghagyjuk Marcigánynak a playlistjét. Ja, Totya, mi a helyzet? És felkérjük BB, mert az is van. Visszarakom ide szépen. Jó, meg körbe kell majd járni mindenki gyakorlatilag. Adra nénytom, hogy lehet visszak magammal, és így belegondolva. Faszom, hogy minden nem jön. Semmi, mindegy. Jaj, kurva, miért? Nem a réhet, hanem az elhagyott. Meg volt már a kvadra randítok, hogy mitek? Igen. Jó volt? Nem volt még. Hát, de péntekre átraktuk. Elbeszervezte és nem talált ki semmit, úgyhogy péntekre. Nem, én azt hittem, hogy Jay szervezte meg. Jay meg azt mondta, hogy nekem kell. Mondtad már. Te hülye. Jó, hát. Igen, főnök.
De tényleg most mondtad már a csajonnak, hogy dalagival szoktatok az én ilyen izé? Nem, annyit mondtam neki, hogy alkalmi buzó voltam előtte, és azt mondta, nem zavarja, csak ne legyek más férfi vagy, hogy amikor velem. Azt mondtad, tegnap még mindig az vagy. Hát de most mi egyik költ a másikra vett, már közben konstans buzi, ne ezt kepjátok. Alkalmi buzi vagyok még mindig, csak nem vagyok a közelében más férfi van. Ja, csak a közelébe, hogy amúgy kúratsz más férfiat, csak akkor amikor ott van? Nem kúratok más, még vele együtt vagyok, azt mondta, akkor szakít velem, hogy megkúrok más férfi. Mivel nem tudja meg? Húj! Mondjuk, hát de még úgy is meg tudja, Dadogi elmondja. Dadogi, tényleg nagy pici volt. Köcsöggamás. Te mit mondtál neki, Dadogi állítom? Milyen vagyok? Neki. Azt mondta, hogy te állítom valamit mesélte a testvérének, mikor a mólónál voltatok. Erre meg babé gondolom külön jönnek. Mikor voltunk a mólónál? Ja, mondjuk, hogy csekkbe akartak húzni a testvérét. Hol vagy Ferenben? Milyen? A testvére felhívott, azzal elsőnek ellát, aztán a... Jövök. Engem is felhívott a testvére, hogy mi volt. Nem tudom, hogy mi igaz belőle. Valaki beesett a kérdés. Vele beszélni meg. Mennyi idő kell még ezeknek a szerencsétleneknek? Én nem tudom amúgy, de lehet két addig én beszélek Anettel. Nem annyi nem azért. Anett? Ki az Anett? Nem azt még egy... Anett. 20 perc írta, hogy 30 perc, szóval. Ki? Ja, bárhogy még jönnek ezek a hülyék SMG-ket, addig még el kell ugorni, hogy 40 ezerért akkor minyelvek. Ki az isény van? Halló, ki az? Komba Magdum, indulunk, mindjárt úton vagyunk, érkezünk. Jó, megszámoltátok mennyi van pontosan? Hú, nem számoltuk meg. Mindegy, 40 ezeret hozok, az 20-20 darabra elég, az jó kb? Kevesebb, mint 20 van. Ja, jó, akkor kicsi hozok, jó. Jó, mindegy, hozok annyit, aztán majd leboltoljuk. Rendben. Jó van, szeba. Tumi. Jönnek még ide eladni 20 SMG-t kb, most fognak érkezni, hiszen két percen, mert a gyorsan ugrok pénzért, azt mondjuk, hogy pakoljuk be a kocsiba, aztán lassan hiszem, indultunk. Melyik kocsi micsoda? Ez hetenem fent, let's go! Ott jöttek. Most fognak odaérni. De gyorsan megy ez a kocsi, hülye. Hol van a legközelebbi ATM amúgy? De én ismerem a GTA mappját, de valahogy az ATM-eket sose találom meg amúgy. De egyszer nem bírom megtalálni őket. Itt tudom, hogy van itt egy jobbra. Mármint, hogy... Mármint, hogy itt. Jobbra. Jaj. Köbe annyi, hogy nem tudom, majd felírjuk, csak ne felejtsd már ugye elmenteni. Van még VPN-em? Van egy ötletem lopása is amúgy. De amúgy kifejezetten nekem tetszik, mert egyszer ki akartam vitelezni, csak kicsit szar volt, mert akkor értelen jött az ötlet, hogy menjünk csak meg most, pedig amúgy menő ötlet. És egyszer meg is csináltuk igazából. Sziasztok! Halló! Mi a pály? Mennyi van pontosan? 17. 15 darab SMG, meg 2 C4 volt. Ja. Hát még lesem, a csénére nem tudok túl sok innet adni sajnos. Felrobbantani. El is pukkanthatjátok mindenki. Rögi, átpakolj, dőkérj meg a rögonalmat kell. 15 SMG, azt mondta, melyik ötöknek adjam. Így van, adhatod nekem. Micsoda takasít? Folyot. Ja, folyot. Gyűrűz, köszönjük szépen. Kérek, köszönjük szépen. Mi köszönjük, akkor nem is alkalmatlankulunk. Legjobb akad. Közd a dogi. Mi a fasz? Egy kit is szeretünk a hölgyben. Barátő, takas. Elmondja, hogy te a manyeket. Kész sok a net.
Mi a faszom zajlik le itt? Markolcsak, szép darab. Csinégyel mit közdjek? Rakjam be. Dobd el a gecibe. Jó. Milyen jó tetkója van. De hogy felrabadott, ezért sem gékett vette. Mutasd, hogy nem akarja felrabadni. Szeretnék egy szavazást indítani. Szerintetek kopasz legyek teljesen, vagy ne? Van egy lágám. Viselkedjél! Ó, egy kicsit meg van hízva, nem? Kicsit itt össze van esve. Ja, jó. Ja, egy kicsit igen. Ezt megy autót. Pa. Isten nyugasztalja. Vagy lehet megette. Temetőbe képződött. Pakoltad a maradékot is, Zsarogi? Van valakinek haja, mert ilyen fog dögleni. Na, az a szánalmas. Nálam van rengeteg. Köszönöm. Ezt én készítettem a két kezemben. Köszönöm szépen, ez nagyon jól esik. Kösz. Amúgy még jól is megcsak valamit, azt mondjuk igazából lassan mehetünk szerintem, és mindjárt letelik az idő. Kösz. Még nem láttam a netkát, nem láttam még soha. Még szóval a... Még szerintem nincs annyira kész szállítás, kicsit jamal kezdtünk egy gyülekezni, és mert egy szeket kérek cset. El kell. Vegyem a kamot egy szekre. És láthatátok is, de nem... Ja, de nem. De nem, ezt kapjátok ki, de nem. Nem, mert gagyik vagytok. Bének. A netka nem is lehet, nem tudom mióta van a netka, de én nekem nincs is ilyen petem amúgy. Így vagyok, hát ez van. Irigyek vagyok, én vagyok az irigy. Ti meg a bénák. Tényleg ki a béna még, aki nem lépett még be a nyeremény játékban, ezt kapjátok ki, az elképesztően béna. Felkérek ki bebé! Túlálkártyát elképesztően kihasználtam, most így van. Itt vagyok amúgy, nem történt semmi. Nem történt semmi. Mi történt van ennyi idő alatt amúgy, de tényleg gondoljatok bele. Kis edőm, azt, ahogy hogy bírja a veréseket. Történik takassi. Mádja. Csak ezt szeleti. Elnyeli a verőtést. Te faszabókul vagy. Ezt szeleted, mi ezt? Ez az. Nem nagyon nézi, meg se rázódik amúgy, miért meg se rázódik. Lúdogi. Milyen kommandok itt? Fel vagy tekkel, vagy írja. Ne. Mi van? Jaj. Ez is jó. Igen, volt egy felkezdem. Giveaway az másik giveaway-vel írod. Csak jó, nem? Az jó lesz. Sajnos csak pörcsös kölye van nálam, az meg neked nem tetszik, azt mondtam. Adj inni a rubenzot. Egyébként... Ami is meg várnunk kell közüket sajnos. Minél nagyobb fegyver le, hagyj össz most. Adj inni. Ezek a kiállítási darabok. Csomó kaja, úgy vegyetek ki a táskából. Nem, csak inni való kell, nem kaja. Nem baj, kapsz az military így. Szakács. Igen. Ezzel úgy érzem magam, mint a James Bond. De mi van benne? Adjatok benne valamit? Kérlek te. De miért nem szedted ki csak a táskából, baszki? James? Adjál nekem is valamit. Jövök vissza, ne aggódj, Iza nem beszítette. Hát... Halathatna ez a rohadt göci amúgy, tényleg a rohadt köcsög, anyja, rohadjon meg amúgy. Ó, ott van Markusnak. Markus, adják kaját, fiát? Ebben kis krumpi van meg egy fej. Majd ugye szépen megkéred, Santos, kapsz, talán kapsz. Tényleg Santos, kicsit normálisabb. Főnököd vagyok, passzoljad ide. Milyen főnök? Ja, az igen. Hol vagy? Hát igaza van amúgy, te szólt a szélegizé, brigádvezető. Ez te úgy mindig csak akadékoskodsz, most egy kicsit elszaladt veled a lóvás, hát nem izél gomezt verik meg hetente, hanem téged. Na, akkor Markus meg a Denzelt. A csatlósát nem lehet? Nem eszek bazdnek, elnek szantos. Aha, Leopold. Olyan a csatlósuk. Leopold, esetem hol van Leopold. Hát lehet elment szólni a rendőröknek. Emma, te vagy Angelo nője, akit ellopott J-ben, bacsi, így akart indiszkrét kérdésért. Nem kell. Hát... Igen, ő az.
Jó, nem köszi. Miatta szakítottunk. Ja, azt hittem, nekem ezt adták le, hogy ebben Jay annyira sármos, vagy nem tudta nemet mondani. Akkor az azt jelenti, hogy már nem vagy sűs. De akkor nem így volt. A mennyasszonya is volt. Azt mondta nekünk Angelo, hogy volt minden. Hát jó, hogyha már valaki a mennyasszonya. A mai világban lehet, hogy addig valaki skippeli. Mi a házasságig? Igen. Hát benne van, igen, hát félrepélben. Házasságig semmi sex. Hát Takasi, te is úgy szoktad, nem? Igen, csak anyád, semmi más. Uram, atyám. Hú, hát jó elbaszottak. Te is szűz vagy, Takasi? Nem, én már voltam házas, bazd meg. Nem emlékszel, Dolores lesz. Jó, tényleg, Dolores lesz. Ó, a régi szép tényleg, idő. Tényleg, tényleg, baszki, az egy nagyon jó nő volt, baszki, vele minden Takasi, hát ezer éve nem láttam. Ennyire még nyomot hagyott benne, hogy inkább le is lépett teljesen? Remélem, én is még nyomot hagytam benne. Jó, de Takasira volt ez, aki valaki Murphyt leszopta repülés közben, repülővezetés közben, nem? Vagy nem Murphyt? Nem Murphyt, de én voltam, igen. Vagy hát nem, úgy nem én, hanem engem. Ja, én úgy tudtam, hogy te voltál, mert te voltál, aki csinálta. De már nem tudom, hogy ki volt. Érdekes. Ja, de tudom ki volt. Hogy hívták azt a lózsaszín hajú facit? Emlékeztem rá? Figyelj már, Marko. Igen? Gino félvet, hogy van egyre passzol, eszem sem, mit csináljon vele? Ez nem tudom, most 2000 dollárra ki nem fogunk futkosni. Azt mondja valami 2000 dollárra ki nem fogunk futkosni. Ugyanért egy nittós palaszkat ért. 2000 dollárak miatt nem fogunk futkosni. Üljön bele, üzenjem neki, tisztelte. Randy azt üzeni, hogy ülj bele. Ez most ebből futkos, hát hozzá ide még úgy, mert nem tudom mikor, azt hittem. Azt üzeni, hogy beleül és utána, hogy mi? Te, mi van? Akkor te ülsz bele, Randy, és meghúzz a ravasz, valami ilyesmi. Hey, wow. Ez nem vagy nem Randy, ilyen gocsit sem. Jajgetsz. Milyen vízes lett a karakter ruhája, Jajgetsz, te kemény. Nézzék mérgesen, Ahmed Abdullah, kontakja vissza, se ír. Rendőröm is leszar. Hát nem, most csak eladni akarom ezeket a szutykokat, mert tele van pakolva, ezért meg ráköltetünk a 500 000 ezeket a szutykokra, hogy megvegyük mindenkitől. Ja, hogy... Aha. Ja, most menjünk, leadjuk őket a Közel-Keletre, valami nagyra. Én meg nagyjából 20 masinpisztolyt basztam ki a udvarra. De miért? Megvettek volna őket. Ja, de most is itt vagy. Igaz? Baszik. Jó, ez akkor még nem voltam itt. Ez mondjuk igaz. Kétségtelen, és nem lehet vele vitatkozni. Meg hát Bobnak az kis pénz. Igen. Igen, Jay, amúgy a Szontesszel most már megbékéltél, amúgy most ezen gondolkodtunk tegnap Szontesszel, hogy most... Jóba vagyunk, most a kezeimet. Ja, azt látom, igen. De miért a szökőkútba? A cigányok szoktak... Ja, bázzák mondjuk a kazi. Igen, ezzel mondom. Dalog is az, amúgy tegnap bevallott a Grinch János közben, hogy amúgy a vére fele az. Csinálják már. És ti sokat jártok ide? Magnum. Ki? Van Csinónak 200 darab altrain alapanyaga, szóval megveszem tőle. Jó. Hallod, figyelj, Dorogi, most a fegyverárak azok hogy mennek? Mert még nem mondtad, csak az, hogy drágább lett, hogy kibaszott izé. Hát annyit tudok, hogy drágább lett a... Biztos, hogy annyiba kerül. Szerintem az ugyanaz. Csúcsú vagy a keszékedés, hárvat jó. Ezek a mentősök, geci rózsaszi haja, nagyon de meleg. De majd írnak nekünk majd állni. Ja, azt mondták, hogy 48 óráig, az egyik azt mondta, hogy lehet, hogy tovább. És az a nevük, hogy Vattacukor Commando. Ah, kurva eget. Hol? Hát Twitteren ott van. Ja, látom. Bezd meg anyámat azt. Tárazon. Engem megmentettek tégnap, úgyhogy én nem annyira panaszkorok. Tázi beírta, hogy elmes Slade. Hova? Voltatok már ebben az SNR bunsba? Voltam, anya hoztam neked a izét. Ja, a vadast. Ja, igen, a Prime-ot. Prime-ot meg a vadast, hát ez aztán jó. Nem, Prime-ot meg a mokalon, nem emlékszem. Ez még van nálam a mokalon. Majszol, hogy majszol én egy mokalon. Majszolok egyet persze. Olyan elagyosan is. Igaz, hogy akkor a mokalon, mint a kérdejegy. Na, egy kis Prime-ot azért én is le. Ja, van. Van fagylaltos, aki. Jeges te, ha valaki... Fagylalt van. Én nem akarok ünneplőnt felenni, de egyébként... Nem megyünk már a faszomba? Nem bírunk még menni, várnom kell, hogy visszaszóljon ez a szerencsétem, bassza meg. Addig ezek egy boltot kibírunk volna rabolni, majd de most nem tudok mit csinálni, bazeg. Hát igen, de most nem tudok mit csinálni, hát én... Úgy tetszett sem, mint te itt állok és várok arra, hogy legyen valami.
Erre arra várnak. Rohadt arabok. Most mire várunk amúgy? Arra, hogy az arab kontaktom szóljon érted, hogy mehetünk. Valami hajót oda rakod, be kell rakni az SMG-ket, az utalja a pénzt, tudod. Ez az arab kontakt, ez kezd olyan lenni, mint Kalambó. Kalambó? Igen. A kutyájával? Igen. Mindenki beszél róla, de senki nem látja, hogy mi a fasz. Jaj, Takasi, bazeg, ilyen hajjal mondjuk szerintem téged meg aztán ki lehet szúrni messziről. De ugye magunk nem egy csapdába vezetsz minket. Így jobb. És új életet akarsz kezdeni nélkülünk. Nem voltam, és spekulálsz már megint. Miért? Hát ki tudja? És miért vezetnél titeket a csapdába? Hát mert új életet akarsz kezdeni, és egyedül. Úgyhogy ne legyünk ott. Mi van akkor? Hát maximum nélkül kezdenénk egy új életet, amúgy a többéket bírom. Jó. Ezért megkérdeztem biztosan. Gyönyörű a mosolyotok, chat. Gyönyörű a mosolyotok. De hogyha ez lesz, ne sodálkozzatok. Na. Csak szólok, na. Most ez nem ennyire durva. Senki nem akart megverni, Lavon. De fár, noha. De mi mindig itt vagyok. Kár. Kár mi? Gyönyörű. Hát még várunk így, meg szerintulunk, mert tehát, hogy ha nem beszél meg, akkor megérte megvenni a világ összes SMG-t. Van vagy 180 SMG-nk, lehet több is, lehet hát inkább 250. Figyeljük, legalább a karszert veszük. Előjük a félvilágot. Lé. És lé, ahol... Miért elóstok? Mi van? Jött a híradó? Hát beefet kell van? Nézni, vágottam. A beefet sem tudunk. Hát ja, most épp az beefet nézés van. Sinners bás nyitva. Hogy mondod ki a Sinners? Sinners? Sinners, ahol nem tudom, Senior Burger, vagy az mi? Sinners bás. Ez Senior, nem? Mindig nem másképp tudom. Mondják. Hogy kell mondani? Fogalmam sincs. Esener Bunch. Így szerintem annyin gondolkoztattak a nevem, mint a vadas pörköltön. Hát a vadas az egy létező kaj, azon mi az Isten gondolkozott, te hülye? Amúgy én azt tudom csinálni, hogy odaviszek melléjük kaját, és ott az gomba kis bódékba áll. Ez tényleg. Mi? Kérdő drog! Kirakom a kedvenc izémet, képemet a Twitterre. Ez a kis punci autó. Ez a te autó, Márkus, és hogy néz ki, bassza meg? Nem, milyen jól néz ki. Tényleg jó. Elviszem egy kalikára. És pantom. Átmenetes. Ülj be! Úram, atya. Legyen benne egy kis súly. Kettő, megy. Ülhetek hátra bele. Nagyon megy ez a kocsi. Hogy lesz? Hova hátra? Hova hátra? Hova hátra? Hova hátra? Fú, de jól néz ki, azt ugye értek. Ha igen, jól néz ki. Te fél óra, bazd meg, mire megkanyalodok vele. Puha. Ez külön jogosítvány kéne. Az már a fehér baby hív. Szevasz, Tici, itt vagyok a fateroddal. Szá, át a király. Figyelj, már maradt két gépegyvel. A 4000 dollári nem fog megmozdulni, Tici. Két nagy darab. Nem már nekem nagyon szükségem van, hanem baszki, nincs telci lesz az én. Akkor gyere el hozzánk, gyere el hozzánk, az úgy jó. Oké, okay. Hova hozzál? Szóval hol is van? Ölökünk az East Coast Drive-on. De meg Takasi, most hova megyünk, amúgy Takasi? Ugye képet és oda találok, jó? Egy gépet küldjél a Tyler, vagy mit tudom én, hol is, akkor oda találok, okész? Jó. Küldök egy képet a Tyler, jól vagy, Sebas? Ez a kipopó a hátulján, ez kifejezett kérdés az az autó. Valami lassan csak lesz, az a szempont még mindig tart az akadémia. Száguldás, polszerszerelem, száguldás, ó-ó-ó-ó. Nem is tudok jönni. Meg kell adnak a szitóhoz. De hát kis türelem, csak aztán megleszünk. Hát arab gecik, utálom őket amúgy átkozottak legyenek mind. Melyik a fel is dobom, úgy rohadtul meg fogom ölni. Tuti Márkus volt. Keszi, persze, hogy ő volt. Ki más lenne, Takasi, ki más lenne? Vagy Sopó Márkus. Ez az autó, töltj el a kezem, hogyha még egyszer kiveszem a galázsból. Jó. Tényleg.
Pontosan felkötöm magam, nem ér vissza ez a rohadt kis geci. Ezeket a kettő púkot amúgy, amit tartja, miatt popol, azt nem kéne lenyomkodni. Ugye, hogy megmosszírozni. Mindjárt nyomjuk chat, nyomjuk chat. Nyomjuk chat, felkerekébe véj, nyomjátok, sorry itt az időhúzás, nem akarom, hogy ilyen afk legyen. Komoly a szerkezet. Kicsit szaruljat ki a timing, sokféleképpen, de ja. Nem, jó van a tiad. És így akarsz moderátor lenni? Jó, az igen, az igen. Azon szoktál neked fárnos a kell, amúgy nem fárnos. Azért mindjárt még pisilek egy ercset. Hát ezt elhiszem. Hátul a békeményem. Levette, fagyba levette. Hát, ülj. Most megkezem. Hát, ezért. Hasaszpó, gyomjod. Menj már innen. Na, rák, most a fú. Jaj, hogy minusz 100 000 vonat van a csetel, azt nézzétek. De még egy 10 perc, még egy 10 perc. Hát nem baj, most már passza. Fél óra is ez volt. Hát én is már nem hiszem el. Akarod fogni a pofát, kejbe segítsek. Bocsánat, szüldök, bocsánat. Adj neki, Márkusz, kapsz itt. Most szeretnél lecsapdosni. De most szerintem egy szerint rajta múlik, hogy Abdullah meg tarát kontaktja, mikor ír vissza a bujkán. Bocsánat, bocsánat, már bocsánat. Szerintem rajta múlik, szerintem rajta múlik! Bocsánat! Basszuk szét a fejét, Márkusz. Majd a földön, majd a földön. Ez rohadt a rugi. Jaj, hülye tici, meg ide akart találni, neki is van egy két SMG, azt mondja, hogy $4000 az életfú. 4000 ér? Igen. Ide talál innen amúgy, én nem fog ide találni, ezt elküldöm neki, mi? Babó! Mi van? Ez jó kép. Csináljuk egy rövid Twitterre. Van a Core Centerre szemben az utolsó utca a gazdag negyedben, azt talán időt a lehet. Hát én ezt nem akartam sohasa látni, Core de... Core Center. Hát Geci. Aznak a kerületnek mondjuk kemény. Ubban mondjuk a csuklón egy kicsit nem néz ki ennyire egészségesnek. Minden oké. Okay. Kicsit most ki van. Aj, néz ki Geci a csuklója. Tényleg a csuklót is. Jó, hogy a hónalja a deficikét. Eddig beállunk a geci sorba legalább. Teljen. Vagy akartok lopni egy át? Akar valaki lopni még később? Van egy tervem, a katonasághoz kell lenni rajta, de katonaságon kell lenni rajta, de... Ja. Mondatok izé rákvebbeket? 3.35 én vagyok. 35? 3.30. Mi? 3.30 vagy 3.35? 3.35. 3.35? Igen. 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 Ugye nem portáltok az országból. Igen? Ez mire kell? 3.28. Márkus? Én már szerintem nem lapok. Még valaki, J, Dandy, Takashi, Santos. Hát már nem. Hát én azután mire lemegy ez a szar, már utána megyek szerintem. Nem, igazán 9, még mit elintézik, fél 10, hát a geci se tudja. 110, Santos 110, Santos 110. Még valaki? Jay, szerintem fixi jönne. Jay nincs itt. Ja, Arvent, te jössz? Nem. Hát nem ki is lépek a városra egyelőbb, az elsők vagyunk, azt tudja elindulni a geci, mikor végre felhív ez a fasz. Elsőnek.
elsők lennénk, igen, és biztos, hogy sorra kerülnénk abban a pillanatban, hogy kívna az idióta, úgyhogy most kis tépek, vagy megtagadom a kurva sort. Még nézzek, adok gyors izét amúgy chat. Hát ilyen sem volt még. Nincs mint a kocsit addig. Mindjárt chat, még nézzek, adok vizet gyorsan. Hol van? Nem tudom. Nem tudom. Hol? Leparkoltjátok? Nem tudom, hát csak itt van. Máshol lenne. Ó. Jó, itt van. Ez a... Van itt még. Még van ilyen. Az ember nem kell több, csak ezekben vannak az SMG-k, vagy 250, azt hisz ellopják. Kessi tartójukban is van. Jövök, chat. Adok a méznek vizet. Addig beindítom a kedvenc zenéteket, tudom, hogy imádjátok. Sorry, kurva sok válasz, mert 40 perc biztos itt várunk, de higgyétek el, én igyekszem, de nem rajtam múlik. Csak kicsit szaruljatok ki a timingok, viszont szólja lesz hát nektek, chat! Nem fogták a cigán gyereket, a rendőrök pedig nem tudott semmit. Ez olyan hirtelen, hogy fogjanak más valaki. Anyám, ha hív meg, ha csináltam valamit. Bajba vagy cigán gyerek, mert ezt most rád fogták. Azt mondtam valaki, hogy te is úgy járkáltál. Drága jó Istenem, hát mit csináljak? Mi lesz most velem? Hiába mondom azt, hogy ártatlan vagyok. Jelentéktelen kis köcög. 700. Itt vagyok. Itt van. Ici, képzeld el most a... Nem tudom, hallottad, de hogy a... Hát az Árvennek gyereke lesz. Gyereke? Lesz, de hogy lesz? Lesz? Honnan lenne, bazeg Tici? Hát mélyes sincs. Viszont... Viszont gyere egy szóra. De gonyos vagy. Gyere egy szóra, Tici. Gyere egy szóra. Én amúgy Árvenne, én szakítottam a gondolod. Meg próbálkozom benne állat, csak kiment. Csak tudod, hogy izé... Benne bevő lenne erre, tudod? Az a baj, hogy én folyamatosan próbálkozok Álvennal. Mondtam neki, hogy van egy telvem, két telvem, egy telvem van. A folyamatosan, tök szokszor mondtam neki, hogy úgy megszokkodnám a cicét, hogy tényleg egy gólyoc alád leülne, lá tudna ülni. Meg hívogatom, de néha jókat uncizunk, csak néha úgy nem tudom, hogy a fulca. A másik meg az a telvem, hogy levetkőzök messzelen le, egy baba maszkot, gumimaszkot a fejem lehúzok, és Ivce odafut hozzá, Álven, az úristen, egy éhes szeszem, ott most találtam az úton, és éhes, szó, tejcik el, hátra vegyi a cicit a számban. Mm-hmm. Ez a telvem. Igen, mit szólnál, most próbálnál, most vetkőzze, és majd járven, elkészültem. Nem jó, az... Csak ajánl fel magad, Tiszi, csak ajánl fel magad, mondd, hogy most eljött az alkalom, hogy 2024.04.10-én, hogy elképesztően beszapkodni a csöcseit. Várjál, amúgy mi van akkor, hogyha te viszel egyszer oda hozzá, tudod így? Lehet, hogy az hatászosabb lenne, nem? Így, hogy vigyel akkor így? Hát csak te erre fáj, én viszek téged. Hát csak jó, csak kipróbáltam, hogy bírnál el. Aha, hát jó, de én nem, de várj azt, hogy bírnál ez miért jelenti a szépen? Hogyha te felmensz, akkor én hogy bírnak ez? Hogy hol a magyarázat? Hát azért öleg vagy, már hány évesz vagy? Hát 61. Te hogy vagyok 61, 41. Hát azért még előtte vagy, azt hisz. Azt hisz meg a helikopter, ha? Figyelj már, mostanában megyek le a leptéle, ilyen motor légcavaló szlepülőt akarok szólni, de nincs. Miért? Hát tudja a geci, annál tudja, mivel repülista pilótának nézel. Hát nem. Na akkor figyelj, Magnum, egyszer bejátszok. Jó, felhívlak, oda megyek, egy szalokkal alé bejössz, és utána, ha felkapsz, oda viszel Álvehez. Érted?
Hogy úristen, úristen éhez, baba. Zsian csak kaptál egy fontos SMS-t. Jó, jó, jó. Nem most már. Figyelek oda? Nem, nem most, nincs, nincs baba. Most? Nem, 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 nem most. Jó, majd megnucizzuk a héten, vagy jövő héten, oké? A Magnum, figyelj már, segíts már nekem. Holnap reggel 8 szól, én a holgásznak alok délig. Meg utána a délután is, de nincsen szónakom. Nem tudnál ideglen eszen kölcsön adni holnap? Tudok egyet, gyere. Márkusz, Dadogi, a Ticinek kéne egy csónakot, oda tudod adni neki a 120 ezerért a hajódat? 120 ezer, 130, 130. Márkusz, majd visszaadod a hajóm, hogy eladjam? Nem akarom. Nem adnád kölcsön? Nem beszélsz, nem akarod, add már vissza, nem akarom adni. De mi is halálszol? Még csomót járok, orgás. Komolyt ott a járok. Hogy viselnék? Az egy jaktom inkább. Majdnem minden nap. Van egy szar, ami mindig elsüllyed, úgyhogy... De azt nagyon lassú. De az mindig elsüllyed, mindig valami baja van. De biztosan nálam marad a jobb. Egy óra, mire kiérnék otthon az izért. Nagyjából annyiam, hogy igen. Amúgy nem tényleg, én egyszer kimentem azzal, majd a mörtnek mondtam, hogy milyen jó az ízé, és a többi. Ticivel ki sem fizettem. Azt egy óra lezajottunk ki. Nem tenni már a horgász viccokkal. A ülünk autóba indulni kéne, most írtak. Most nem kap hajó. Indulás, indulni kell, most írtak. Ticit kifizetem gyors, ezt mehetünk. Csak hova tűnt mindenki itthonról? Itt vagyunk. A két eszkelédet hozzátok. De mindjárt megyek. Megvárunk. Végre! Húúúú! Tici! Tici, kifizetlek, Tici. Én majdnem elfejtettem odaadni a pénzt. Magnum, nem adnál akkor kölcsön a jót? Hát majd odaad, kölcsönhatod, de most van egy kis dolgunk, sőt, nagy dolgunk. Akkor ezt, de fontos lenne, mert én legyen 8-kor mennék kolgászni, oké? Az, hogy nincsen hajóm őszint ezekre kölcsönbe. Próbálj már meg szabálni, oké? Szereljétek meg. Oké. Magyarok neki, hogy a 88-as. 80-80? Igen, megszerelem ezt az autót, várja. Igen, arra nem fogunk tudni menni. Hogy szerelem meg ezzel a repair tool-lal? Rúgj bele egyet. Mi van? Mindjárt megyek, mindjárt pillanat, csak kéne egy közös rádió, találjátok meg ki egyet addig. 50-50. Halló. Halló, halló. Halló. Na, na, 50-50. Aha. Aha. Vétel, sofőr keresztül. Vétel, hello. Vétel, halló. Na. Kisálltál Magnum, nem szállsz vissza? Ezt várj még. Daragi, van még hely csomitokba? Nincsem, sehol sincs hely. Ja, kezdjük be se csomiba. Akkor kibaszom inkább ezeket a földet, itt rohadjanak meg. Gyertek, menjünk. Márkus, te most hova mész? Tici elvitt az autó. Elvitt az autó a Tici? Mhm. Mi a Denzel? Ja, a Denzel. Most a Denzel vitte, vagy a Tici? A Denzel ide beesett vele. Istenem, Denzel. Ismerj a nőjével, ló, mert fontosabb neki mi a csapat. Aha. Kicsoda? Hol van most Denzel? Ettünk, mindenki itt van. Szerintem jó. Most akkor mindenki kezdjük a... Jön még a Denzel, 88-as rádió. 88, mi nem 50-50? Hát azt nem te mondtad. Te mondtad, hogy 88. De 50-50 azóta már van új. Mert 88 foglalt volt, hogy micsoda. Mi? Mondjuk tankolunk el egyet. Először foglalt volt. Ez nem lehetett felcsatlakozni, védett. Miért? Itt volt, itt beszélt. Nem, az 50-50, nem? Halló? Ne védettük a... Ez az 50-50, te hülye. Előbb a 88-on beszélgettünk. Mi van? De mondd már, mondjál már 88-on beszélgettünk. Akkor most mi a fasz van? De miért nem jó az 50-50? Melyik rádión beszélünk? Most... Most melyik rádión beszélünk? Ezen? 50-50. De Denzel-t még mindig ott hagytuk. Denzel ott van, hagyva. Igen, és az 50-50-es rádió. Jó, hát most nem tud jönni. Kis mondtam, hogy 50-50. Jay, te itt vagy? Hallottátok ki a rádió? De most nem lesz semmi baj, nem? Hát el van intézve. Hát elvileg el van intézve, de jobban készen kell állni mindenre, érted. De tud jönni Denzel, csak mondta, hogy a 88-ra, hogy még beszaladt hűért. Feltértem a lábamat a ülésedből már. Hát még a 80, amúgy tényleg volt, vagy 40 percet ott vártunk egy helyben. Most már van az 50-50, mert mondtam neki. Márkusz. Tessék.
Felteltem a lábam az ülést a háttalanláról. Hát ez el... Ellazulok meg. Aló. Kapozíthatok a rádiót? 50 percet vártam, Gessia, persze. Volt ideje menni fülyére. De most miért mondod ezt? Hát mert itt tankolni kell itt egyet. Ó, de tankol. Mi van Denzel? Mi van Denzel? Hol kell tankolni itt? Itt vagyunk a kertusó melletti benzin. Gyere ide Denzel, mert beülsz. Haladjál. Tényleg úgy van. Ez sem úgy ilyen van. Hát, keci! Elvártuk 50 percet! Ez most komoly! Hogy a kecibe robbant fel ez a szar? Hogy a kecibe robbant fel? De ezt én se, ezt most én se. Ezt én se hiszem el. Mi a geci van? Én nem voltam. Emmarus, hogy eljöttél velünk egyre rapszni, az Isten faszát. Hát ilyen valamú. Azt most, hogy visszük el az SMG-ket a kibaszott daraboknak. Legalább Denzel időben ideér. Az Isten faszát, de ez hogy... Én nyitottam már neki, nem, de nem nyitottam neki, hát ezek... Kurva benzink utak a mindig ezen, Senki nem ment bele szerintem amúgy. Szerintem se. Fasza, nincs nálam fű. Van nálam. Geci, amúgy ez hogy történik meg? Van nálam, adok. Ez. Kokó van nálad? Van, aha. Hát geci, ez mindegy, most én kiszeregetem, minden, ami még megmaradt. Jó, én még gumit melegítettem, ez volt a szerencsé. Random geci, berobbant ez a fostalicska, az Isten verje meg. El. Nincs adrenalin, el kéne menni haza. Nálam van. Csak bencsétek meg őket, Nyomom. Akkor szurkát belejük. Négyen. Egyik kocsink robbant bele. Úgy azt mondom, hogy mi mentünk bele. Hogy hát én... Nem mentünk bele, amiben mi voltunk, nem mentünk. Hát igen, de mi mentünk bele. Hol melyik kocsiból tegyem adtam, ami megmaradt, mint tudsz? Hát én... Jó, azok egy új kocsit valahonnan, Geci, mert ez kritikus. Elszorog a motelig, azt mentjük ki abban a csomagtartóba gyorsan. Megvannak a cuccok csomiból. Ne idegesítsetek, persze. Ja, minden táska? Mhm. Hát csak ennyi autóban meg nem férünk el, nem? Hát te szerintem. Ezek üres táskák. Jó, az Isten van, szerintem deszink voltam, hogy... V-script! Hát, az Isten verje meg amúgy. Ez kemény. Ja, hallod, Márkusz. Még a papolt téged. Hát, Gessziám, ez tipikus. Ez is csak velünk történt, meg ez nincs elég autónk, mi? Álló! Elszarok gyorsan a motelhez a kocsiért. Én vagyok. Hogy van szabad autónk? Mert férünk, várjál. Ja, 4, szerintem 12. Ott a szürke is. Hát jó kérdés. Nem tudom, elférünk az autókba így. Nem, hogy jó, akkor elugrunk a motelbe, aztán hozok egy autót ide, várjatok meg. Majd valaki vigyelsz. Ha hozunk egy kocsit, várjatok. Hát geci, amúgy ez is csak velünk történt, meg olyan szerencsétlenek vagyunk mostában. Tegnap kibaszott jakt, meg le a lejtőn, meg ilyen fasságok. Igen, elég fúrsa. Most hogy a geci berobbant fel amúgy? Azt mondta Leopold, hogy te neki mentél. Nem mentem neki, hogy mentem volna neki? Szerintem ő itt az, hogy neki mentél. Szerintem is. De nem mentem neki amúgy, hát azért láttam, mit látok. Hogy mondjam, hogy geci se érdeke. Az ajtó neki ment amúgy, de az sem mondanám, hogy nem mentek hiszen még az ajtó se egyébként. A szoszi. Még az ajtó se nyílt neki, vagy épp hogy neki nyílt, de egy ajtónyílás már nem szokott felrobbanni a benzinkút amúgy. Akkor szokott bele felrobbanni, mikor izé van. Rendőrök itt mentek mellettünk. Jó, tök mindegy, kívülbe mindenki üljön be, aztán haladjunk, nem? De neki nincs a Ruby, bazd meg. Hát ezek szerint neki nem számít.
Ehetünk? Ez is jól meg lett nehezítve, meg bonyolítva, mondjuk ezt most nem, hogy semmi nem... De az ajtóba robbant? Én is azt nézem, hogy az ajtóba robbant, ha nem tudom. Én már ilyen idétlen Martisza a kocsitán. Nem tudom, amúgy ez van. Amúgy is van hely, gondolod. Ugye ezt nem tudom. Nem tudom, most sem bármit sem, minden valahogy, valahogy mindenki felrobban valaki, vagy megdöglik hatszor. Miért mi balfaszok vagyunk, hogy eljött? Nem tudom, hogy még ennyire szerencsétek is, hogy lehetünk, mert hogy mindig valami, valami bal szerencse történik. Hát jó, hát most... Izé van, bal szerencsés időszak. Én is úgy láttam barna, de egy ajtóban máskor nem szokott felrobbanni. Hát mi a szóval majd... Hát ugye már nem vagyok izén főre, hogy koordináljam a dolgokat. Biztos ezen múlik, hogy mondjuk rosszkor tegnap elütött két ember, meg belefulladnak a vízbe, meg ilyenek. Már rászólnék előre, látom már rosszabb a térkát. Lesz ott egy ilyen, azt mondják, lesz egy ilyen tug, abba bele kell pakolni majd az izéket, a táskákat. Mi ez a kocsi? Kellene van rajta egy ilyen undorító matrica. Nagyon csúnya ez a matrica, pedig ez szép autó. Egyetértek. Még az lenne, hogy a tug is eltűnt volna, még az, az kibaszott jó lenne. Aha. Rendőrautó. Ez egy rendőrautó? Három is? Igen, kurva! Három. Lehet csak megfigyelnek. Mindegy, igazából nincs nálunk semmi, csak jöttünk hajókázni, és gyors pakoljuk ki a csomagból a szarokat is kész. Nincs nálunk semmi. Ne is legyen álltok fegyver, szerintem ezt csak pakolunk, ugye. Ja, itt ennyi minden van, uha, uha. Ott nagyon sok minden van. Fegyverek vannak. Hova? Hova kell vinni? Erre. Hát a halászhajóra rá, vagy bele. Ó, tegnapi emlékek. Áú, mi a... Hát igen, igen, ne. Nem baj. Ne, ezt ne csinálják szerintem. Úgy nagyon szarú vagyok. Be hajóba bele. Dobáljátok, találd már fel magad, Kylom, hogy életedbe egyszer, amúgy tényleg. Most mi engem? Mondjuk, kitárták volna jobban ezt a parkolást, tehát a hülyék. Visszaúszok akkor. Parkolás. Kipakoltad a köbben mindent? Aha, aki még nincs itt, jöjjön hátra a hajóra. Hajóhoz. Abba kéne, elég ha rádobjátok a hajónak, amúgy az is. Csak legyen a hajóra, vagy a hajó közelébe, csak... Ne legyen nálunk, mert rajtunk ütnek ezek a kretének. Már nem inném, hogy rajtunk ütnek, hát akkor kibeszed korrupt lenni, csak nem. Már nem tudom, mit csinálnak itt. Hol lehet visszamenni a izére? Ki kell úszni. Azt csinálom. A rendőrök vannak, ott van létra. Mi van a rendőrökkel? Ott van létra. Ja, fasza. Itt jeltek hátra a hajónak a hátuljához. Én pont megkérem az egészet, baszki. Majd tényleg egy kicsit felbaszni, hogy... Sosincs olyan akció, ahol bármi szerencsénk van, tehát mindig valami történik, vagy felrobban valaki, vagy megdöglik valaki, vagy izé. Magnum nincs, be nincs van drótosra. Csak viccelhetem, de hogy vagyok. Viccelhetem. Van minden? Vagy véletlen be drótozva? De hogy vagyok, én kodtok. Hogy kerülj? Hogy lenne a nyakamba nyelv, mi a neve? Nyelvi. Most vagy. Ezt itt arra is kidobáltatok, mert minden? Néha be kell vállalni, azért megnézhet, hogy nem egy ilyen kulcsém, ez jó, ez megvan. Mennyire igazatok van amúgy, mindig igazatok van. Nekem. De te darogi, a többi minden, ami érzébe volt a másikba... Másikba az, ami lett? Rendőrök kiszálltak.
Hát mert azokat hoztam magammal, az nálam volt. Pavat, kamoly! Kosiknál. Hozzá az 50-50-esre. Megvan minden? Mi? Hát mondjuk ez a hajó az itt kicsit szarul van. Azzal itt most több dolog ennek a fegyverszerzés, mi a lényeg, annyi kikerülnek az események a szerúló. Csak hát ugye a 10 dologból úgy 9 elbaszódott a félúton, de nem baj igazából. Ugye az összes SMG nagyjából, amit mi megvásároltunk a szerveren, azokban a táskákban vannak ott, úgyhogy ja, ez a hajó innen el fog menni, lelép a gyászba, és így ott úszik majd minden SMG a szerún is gyakorlatilag. Olyan, a csomiában, meg ezekben a táskában minden SMG a szerúban, és nem mindegyik, de hiszem, hogy a 80%-a, és ezzel a hajóval együtt majd kikerülnek az SMG-k is amúgy. Keretlen személy. Halló? Halló, Riki, itt a rendőrség. Rendőrség. Körbe kerítettük magunkat, igen. De miért kerítenek körbe, halló rendőrség? Tudomásunkra jutott, hogy fegyverszállítást terveznek, és miről beszél? És a hajót telepakolták lőfegyverekkel, és ezt meg akarjuk akadályozni. Hát ott a tágot. Jó, hogy a vízbe es. Terhajó mögött. Igen. Terhajó mögött? Igen, körbevettük magukat, felszólítom magukat, hogy hagyják meg magukat. Hát ezt nem hiszem, hogy megfogjuk. Dehogy megadjuk magunkat, adják meg magukat. Nem, mert mi körbevettük. Ja, adja meg magát, Gregory. Nincs kiút, körbe van kerítve. Hát sajnálom, uraim, akkor be kell vigyük magukat. A rendőrségre. És az, hogy próbálja, mert próbálják meg akkor. Elkapjuk magukat. Robbantsd meg fel azt a gecis hajót, ezt süllyesszük el a gecibe, süllyesszük el. Majd elviszik az arabok. A többieknek, hogy tudják. Ja, rendőrök, baszakodni akarnak, vigyázzatok. Nem tudom, mit csináljunk vele, el kéne hajtani ezt a szart innen. Majd megoldom. Au! Ezek a rendőrök szerintem nem barátkozni akarnak. Eldugom ezt a szaros hajót, ami vannak a fegyverek. Fegyverekkel futnak a rendőrök erre felem. Óvatosak legyetek, eldugom ezt a szart valahova. Fegyvert tartozom. Csak 11-el megyek. Ajaj, lőnek rám! Lőnek! Baj van! Vörös kód! Nézzük mi is, lövünk a rendőrhajó! Segítség! Tomás, vissza! Jó ötlet. A kurva arab kibaszott hajópiló, hogy hívják ez? Kalauz? Azóta se jött az a rohadt geci. Hárommal tolatok, ez nem annyira jó! 4-jel tolat ez a szar, ezt nem hiszem el. 4-jel! Hogy... Kapcsi! Lőnek a kurva hajó, nem bírok visszatolatni. Körbe fognak venni amúgy. Debugol a társa, lebugolt, az olyan részt, amire nem tudok annyira figyelni. Engem keményen lőnek, amúgy nem tudom beletek mi a helyzet, el is találtak. Látlak, segítek. Próbálkozunk segíteni, Magnum. Túl messze vannak. Próbálok visszatolatni amúgy. De 4-jel tolat ez a szar, úgyhogy megpróbálok megfordulni teljesen, csak nem tudom edni. Csak nem ez bajom. A fasz nem lesz, nem így, nagyon nagy a baj. Meg vagy? Hát, hogy hárman lőnek, lövik a kurva hajót, amiben a fegyverek vannak. Arra pályáznak szerintem, az a baj, nem is ránk. Nem tudtok izé mögék menni kocsival, vagy valami? Megpróbál. Ah, én itt, ez itt, vagy hárman lövik a hajót, baj van. Megpróbálok hát ők mögé menni a piros Ferrari-ban. Kira futok. Kurva rabok, meg előre elküldték a pénzt, ott van a kibaszott bankba, bazzak a rendőrök rajtődnek a szállítmányon, kibaszottul meg fognak minket baszni. Előre fizetnek, beszopjuk. Nem lehet a rendőröket, az arabok a nyakunkon leszek. Azok jók vagytok? Kifizetik és nem lesz fegyverük. Kurva nagy bajban lesz, megint a kibaszott Goofy gang. Kyle? Ne szopassatok. Bobé, Kamizu! Itt vannak!
Szerintem már a hátunk mögött vannak a rendőrök. Már itt szaladnak a konténernél. Kijöttem a vízből és kaptam 10 lövést, hogy egyek is vissza inkább. Kösz. Én azóta ide vagyok szorulva erre a rákos hajóra. Hát ez fasza. Rohadt gecik, rohadt gecik! Milyen? Gregory meg fog dögleni. Korrup rendőr mi? Kap be! Az Isten faszát, Isten faszát! Az a baj, messze vannak amúgy. Tudom mi a rosszabb most. Hogyha lefoglalják, vagy ha elsüllyed, elsüllyed, még el lehet mondani. Igen, az araboknak. Így is rajtam fogják keresni a pénzüket, a rohadt gecik. Valami robbant. Tényleg itt a sokáig nem csak 70 lőszerem van. Amúgy. Amit nem fog, ki fog lőni egy tárba ezzel, szóval nem a legokosabb. Mi volt az SMG? Valaki én kivettem egyet, bocsánat. Gondoltam, kipróbál, csak rájöttem, hogy 60 lőszerem, de sok az elég. Az a baj, engem itt hárman lőnek a hajón konstans, és meg sem bírok mozdulni, és már rendőrhajó is van. Én itt befogom, meg fog dögleni itt a hajón. Parton? Az a rendőrhajó. Hát, még kicsit izét... Itt egy rendőr mellettem, én! Out! Ó, messze vannak amúgy. Ne akarjon megdögleni! Ne akarjon megdögleni! Rohadjon meg! Beúszkálnak a hajó körül. Baj van. Tudjátok nézni a vizet körülöttem valaki? Tudjuk, nem eszélem. Én rád látok. Most már, itt hogy fejlődöm a hajóra. Felugrani ez a kis köcsög. Miért aludáig a pisztoly szerintem? Az lehet, az is van, csak mondjátok, hogy fel akar ugrani, mert én nem látok semmit kb. Csak lövik folyamat a hajót a rohadékok. Szerintem erősítés. Erősítéset a rohadt gecik. Jaj. Azért nem tudom, hogy neki bírok eljönni, de akkor náluk lesznek a fegyverek. Ott van egy helikopter is. A hülye arabok meg elküldték a pénzt. És most már el kéne szállítani nekik. Gyújtsd fel a hajót. Hát jó, de akkor elsőjön a fegyver, aki nem ez bizonyítékuk, nem jut el az arabokhoz, azok meg már fizettek. Szétkenik a hajót, basz ki. Ti el tudtok jönni, hogyha futamodunk amúgy, vagy nem? Helikopter van körülbelül. Azt kéne leülni. Az egy kargóbob? Az mondjuk gond? Az nem bírja fel. Ejtőernyősök, tényleg ejtőernyősök, basz ki, valami bevetési osztag. Hát ez gond. Nem baj, a lehető legrosszabb helyen vagyok a világon amúgy. Tényleg, amúgy itt... Nem tudom, itt kéne hagyjam a hajót. Van a tetőn, most már abszolút ránk lát. Lehet, hogy beúszok, megéljük amúgy. De akkor itt kell hagynom a hajót. Hát nem tudom, mennyire jó ötlet amúgy egy az. Fent van a Darun, ott magasan, onnan simán ránk lő. Jobb, mint a semmi tevés. A kargóbobról terminál. Ez egy sima rendőrhelikopter is? Van egy sima rendőrhelikopter is. Itt van fölöttem, baszki. Tető legyen felettetek, mert beszopjátok. Hát én megpróbálok megékúszni. Megpróbálok megékúszni. Lépcső, bármi. Konténer, fedő. Igen, már rendőrhajóról is lőnek. Mögöttetek rendőrhajó is, vigyázzatok! Nem bírom elővenni a fegyverem. Van egy kis baj. Nem bírom elővenni a fegyverem. Valami felroppan. Hatalmas a baj. Be vagyok bugolva valamibe. Nem bírom elővenni a fegyverem. Hát akkor lehetőség a fegyvert, nincs mese. Papolyó vagy mi? Megy a hajó felét. Már a kocsinknál is vannak. Az egyetlen probléma, nem bírok fegyvereket elővenni, fogyatékos lettem fél úton. Az fasza. Resivel jó, ne szopas, hogy most kell elagolnom.
Többének is bugolt a hotbar. Nem tudom, mi az attachmentek miatt, amíg amúgy. Nem tudok mit csinálni amúgy. Begyújtottunk egy rendőrt. Lelogolják a szitu közepén, vagy milyen lesz, hogy csináljuk amúgy. Amin vagyunk, az? Az egész nagy hajó. Ez a baj, ez egy fogyatékos lány, te még nem bírok fegyvert elővenni, mit csináljak? Megpróbál elvezetni most a hajót. Most vagy soha! Aaaaaaah! Megadom magam! Ááá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 
Add, kezik! Mi történik, amúgy itt közben? Azt a kurva, mi történik itt? Oké, csak itt áll nálunk! Ki ez? Ez kicsoda! Gamezone-int. Ó, azt még mennyien vagyunk itt, azt figyeljétek! Ne, Randy! Azt nézd, Jamie, itt megy! Pinksy, az megint arat! Azt a kurva, hát itt a... Ah, vége. De ezzelnek itt annyi. Dezel! Dözöl! Dezel, mit megy? Dezel! Azt a kurva, azt nézzétek! Ó, bassza meg! Nagyon hol vannak Bobék? Ez kicsoda! Ja, csak egy random NPC. Van még nálunk valaki amúgy vajon? Ez a tető pedig nagyon jó spot volt, itt én csak elbújtam volna, csak geci, beszorultam a legrosszabb helyre a világon amúgy. Egy kibaszott tugra! Egy tugra! Ami nem tudod megmozdulni se előre, se hátra. Hát, ez zseni. Miért vártatok a rendőrökre? Hát a hajót el kellett volna ugye vinnünk innen, mert abban vannak a fegyverek is, hát ugye. A szál szerint el kellett jönniük kellett volna érte, csak nem jött senki érte, ugye? És így most minden fegyver abban van, szóval minden fegyvert lefognak a rendőrök. Esetleg a konténert nem veszhetek fel. Face script. Az, hogy ezt a hajót semmi nem viszi el. Hát most a rendőrök lefoglalják az összes SMG-t, ami ugye benn volt a Szerón. Hát nyilván azért meg kellett küzdeni ők értük. Nagyon sok rendőrt lett lelőve azért. Azt a kurva, igen azért. Kiálltunk magunkért szerintem. Mondjuk én ezt csak még megint nem tettem, geci, egy lövöldözésben nem tudok. Én azt hiszem, egy lövöldözésben egy golyót alig bírok kilőni általában. Mindig valahogy szar helyen leszek, meg ilyenek. Viszont a hajó orrában már nem... Dehogy nem talál. Viszont én bemegyek akkor a tukba vissza, mert ott döglöttem meg, szóval gondolom elvisznek kórházba, akkor itt leszek. Felmutatok a tetőre. Tiszteletem. Összesen, hát jó, fogjuk rá. Itt van, ezt most álltam ki amúgy, hát igazából... Ricky Magnumot megtaláltam a tárgyal. Igazából amúgy nagyjából nem annyi volt lebeszélve, hogy a rendőrök jönnek, tehát egy korrupt rendőrök, ennyi. Korrupt rendőröm lebuktatja Magnumot, és kész. Valami izét akartam, mert nem tudom, hogy mi RP szállat arra, hogy kikerülnek amúgy a izék az SMG-k a Szeróról. Tehát akartam, hogy jó lövöldözést, aztán igazából ennyi. Csak hát nyilván jó lövöldözés, megint beszapom, ezt egy tugom leszek amúgy. Meg majd lesz ebben egy hosszabb szál is igazából. Csak hát elbaszolódott, hogy felrobbantunk a gecibe. Meg vártunk egy óra 20 percet.
Azt mondom, hogy sokkal jobban kihetett volna. Maga a szervezés rész. De azért gondolom összeállt nagyjából nektek a story chat, hogy mi a helyzet. Most gyakorlatilag Magnumnak volt egy kontaktja ugye a Közel-Keleten, mert a korrupt rendőre megbízta Magnumot, hogy szedje össze SMG-ket. Mindenkitől vagy különben razziáznak. Összeszedte mindenkitől, tehát ugye a rendőröknek végig volt egy terve, hogy lekapcsolják az egészet. Még Magnum meg el akarta adni. Nyilván a rendőrök nem hagyhatják, hogy eladjon SMG-ket, azért rajtöltek Magnumék eladásán. És elvették ők az SMG-ket. Csak hát Magnumék megkérdettek már fizetve, úgyhogy most ebben még lesznek szálak. Mégis tudom milyenek amúgy, mert őszintén sok gondolatot nem vittem be, de ezt múltkor amúgy őszintén veletek, kikerültek az SMG-k, amúgy a hambus nagyjából semmit, de ki lehet, hogy az SMG, ki lesznek, hogy az SMG-k, jajajajaja. Nem kéne logolni, de amúgy erre bírja menni a fegyvereket. Csak nem akarom, hogy addig izé legyen. De amúgy ne, azért sok gondolatot nem tett, ez mindenkebb spontán voltam, hogy nyilván a rendőröknek szólni kellett, hogy akarunk egy lövöldözést, tehát hogy... De igazából nagyjából ennyi volt a scripted része, hogy írtad kora, szóval mi semmi más nem. Szóval Zeni csőső. Ez ennyire meg benne büszke, mert azért jobban, nem is az jobban, de valahogy jobban is kibírtuk volna vitelezni. Pár részen azért elcsúszott sajnos a dolog. De hát egy goofy akció mi nem csúszik el, szóval. Miért veszik az SMG-ket? A változás miatt is, meg a lebezések miatt. Miért aki hiszem, hogy minden szorít, hogy a goofy szopjon? Ez az jó. Jó szenvedni egy frakcióval, szerintem az izgalmas tud lenni. Ez miért jó, hogyha mindig tele vagyunk, meg ezért. Csak azt sem akarom, hogy ilyen orosz kopi szál legyen, tudom, mint hogy az orosz szál, az már volt, szóval még kikem is ki kell gondolni, hogy milyen szállat akarok ebből az egészből amúgy. Amúgy ez nem is összetett benne. Amúgy ekkor ötletett volna. Az a baj, sok ötlet nem voltam, hogy gondolkodni rá, mert egyik pillanatra amúgy, egy pillanatra másikra ugye bejöttek az update-ek, és akkor kikerültek gyakorlatilag a... Hogy ki kellett volna kerülni, kikerülnek az SMG-k, szóval ja, nyilván rövid idő alatt össze kellett szedni mindent. Ez a szállítás még kell, vasárnap kellett volna legyen, azért lett most végül így kedden, de nyilván ugye amúgy azért is húszott eddig, mert egyszerűen nem volt rendőr, ugye, mert mindenki akadémia volt. Csak ezért terveztem, hogy ilyen 20-30 felé, mert addig úgy volt, hogy vége az akadémiának, de még nem volt vége. Hajóktól egy kicsit délre. Most mi van, Geci? Hé! Hey! Maga rohadék! Maga köcsög! Átbaszott! Nem átbasztam, csak kihasználtam a tudatlanságát. Maga meg fog ölni magát is, meg ezt a hülye és Güntert is, Günther Bimberbe van Gerier Finger. Jézusom, nem mondja már ilyeneket. Meg fog dögleni mindenki. Nézze meg itt a raktár részleget, kérem Szara. Raktár részleget? Hát itt a... elraktároztak itt a fegyvereket. Ha most lecsuknak minket azért, mert van nekünk 150 SMG, az jó kisbeli lesz. Rajta jutni. Úristen! A társaság pikkala vannak. Jézusom! Honnan szereztek ennyi lőfegyvert? Nem a miénk, találtuk! Nem. De a hajóban volt, igazából el akartam lopni. Mi kiestek? Aha, igen. A hajóban volt. Most mit csináljunk vele? Dobjuk a tengerbe? Csak nem, hát ezeket elszállítom be foglalásra. Csak mazumot hát nem a fegyverekre kérem. Gondoltam. Ne dobják már a tengerbe, kérem. Ja, ne, hát csak nem, most ide hívjuk a mentőt. Cápa is van, ha jól tudom. A cápa? Visszaköltöztek a cápák, igen. Azért most tudod nincs ezt. Már kevésbé szennyezett a víz. Na, hogy hallom, megjöttek a cápa. Remélem azért tetszett nagyobb a kivitelezést, hát a kurva lövöldözés bánom, én úgy voltam, hogy most végre eljött az én időben, jó lövöldözés, Geci, és valahogy még úgy, hogy nem, én szervezem, valahogy még úgy, hogy én szervezem, még így is képesek elbaszni, hogy én ne legyek ott a lövöldözés, és Geci, egy hajón szoptam végig, hát azt hogy hihetetlen, ez úgy tényleg hihetetlen. Valahogy még így is sikerült megcsinálnom ezt, Geci.
mondjuk... Törnyi, törnyen balfaszoljak amúgy. Hát, geci. Megpróbáljuk. Azt a régi emlékeket? Hát, geci, még... Hát, én nem beszéljük. Nem. Hogy ne tudnék? Tényleg? Erre, hogy belverögön a vízbe, kérem. Kapá, már elkapja egy nyakorrapom maga a mocsok. Persze. Órok. Majd. Gregory. Csak a baj van magával, Riki. Órok. Hát ez nagyon jó ötlet volt, Gregory. Gyerünk, Sara! Ugye duplán megdöglök, Geci, mivel megfelel a karakterem úgy is, hogy izé... Duplán halott vagyok, látanak? Duplán dög! Duplán dög! DD! Dupla dög! Geci... Na, ez, na ilyet még íz is se csinált, pedig íz ezért sokszor megdöglik, hogy a megdöglésből is megdöglött. Tehát ez te... Ilyet még tényleg nem láttam, tehát képes voltam megdögölve megdögölni. Azt a kurva... Látja? Tudtam kell csinálni. Az a nem mindegy. Az a nem is. Azt a halszaros. Én még magnom. Még félig megdögölve. Tisztelted, uram. Viszont a mentőhöz. Hát komolytalan nevetséges nevetségtárgya a bűnözők között is. Ugye ez nem a maga csengő hangja. De az egyéb. Oh. Illik hozzám. Kurva jó az a csengő hang. Micsoda? Nem, nem. De. De. Magára mi gondolja? De. Már nem így gondolom. Akkor mi illene hozzám? Magának meg tudja az Inky Pinky Ponky, valamilyen, vagy valami izé animés cucc, mi? Vagy nem. Vagy tudom, ez Adéltől a Hello. Nem, nem. Nem tudom, hogy mi a csengő hangom. Ritkán hívnak. Ez elég szomorúan hangzik. Lehetően agaz. Hát ez az itt nem biztos arra, amire büszke leszek, de ezek annyira tomori lövöldzésget, szóval viszont hiszem rajta, aki mindenki lövöldzett egy jót, de én nem. Nem baj. Belehúzok, nem, hogy itt meghalljon itt a vállamon. Hát nem örülnék neki. Hoztam még egy sérültet. Nem kell sétálgatni, uram. Le van tartóztatva. Én a szívem már a cigimet először edem. Too late to apologize. Öröme, tök a váci börtönbe. Evett divot. Egy pillanat. Itt a, jó. Itt magnom egy kis kézzelés nyelt előbb. Most kint vagyunk a rendőröknél, egy csomó sérült van ez, itt. Ez illegális. Uram! Hé! Felkérem a kezét! A kollégáimnak valami problémája van, hogy ordibál. Én csak egy hajón vergődtem végig, nem csináltam semmit, tényleg nem csináltam semmit, csak egy hajón vergődtem végig. Ja, igazából Leopold. Nem, hogy most a 22.000 dollárról. Picsát Leopold, a rohadék. Ez biztos illegális. Ez biztos, hogy robolta valahol. Ezt most le kell foglalnom, az a bevadnája. De miért veszi el? Hát most hiszem, de a bankból. Hát, mindjárt végzünk. De hát igen, másnak a bankjából, mi? De milyen bankjából? Isten, vigyék innen, vagy... Já, úristen. Hé, ez nem teredem. Jaj, megkerült az elveszett bárány. Hogy rohagyom meg, hogy elveszünk. Na jó van. Kell magá, kell a kajája a fenének. Azt veszem el, ami nem tartozik magára. Hát ő vidább tartozik, a pisztoly meg a kis kés. Hát ezek a kis... Ezek a kis pilincs, a kés, a pisztoly, ilyesmi. Igen, ez a három. Nem tudom, hogy mi a faszomat vezeltől, tehát az egész zsebbe vett kipagolja. Nem, csak tizetesen átnézem, ez a feladatom, nem tudom mit szól bele. Fordulja meg, hagyj bilincseljen meg. Ne menjen sehova. Válasszanak valakit. Nem tudom letenni. Adjanak itt, kérem. Ahol nyugodjon meg, nem lesz itt hagyva. Tehát attól nem kell tartani, hogy magát itt hagyjuk. Tehát ne aggódjon, Mr. Világ közepe. Yes. Ne aggódjon, nem minden magáról szól. Itt van, itt van egyszer egyedül a földön, úgy gondolta, hogy itt hagyd. Nem igaz, mert én itt állok maga mellett, nincs egyedül. De maga nem fekszik, akkor feküdjön le, és akkor... Jó, akkor feküdjön le, és akkor nekem valaki együtt érez velem. De ezt házik kis hasonló, csak maga is csak érdekből, nem? Köszönöm, hogy most már sokkal jobb.
Kadét voltam, de szemben. Hát, geci. Hol lett Cooper? Egyfek Denzi. Én megmentenélek. Edem elvette a pénzemet, amúgy ez micsoda? Nem vettem el semmit, he! Korrektőr, lopós. Vigyázzon a szájára, Magnum. Hát jól magával vagy. Harap meg Gregorit, harap meg Gregorit, Denzet. Adok egy tízest. Hey. Az igen, Denzi. Kitörtél a vilincsből is. Az ember, aki letépte a láncot. Geci, hogy letett azt a kurva. Ilyen, de nem láttam. Szállítsák. Hát, Isten verje meg a múlt. Hát Magnumot szerintem még nem tudták el látni. Egy golyó, nem lettem embered, de szomorú vagy. Szeretnéd? Faszomat. Igen, hát biztos szerintem. Ki az a köcsög a talpam alatt? Szerintem igen. Ő biztos. Ricky Magnum. Itt vagy, nem csak pénz. Itt a Rogi. És meg a Rogi. Én vagy tökre meg... Ahogy ez nagyon menő volt, a PD-sek kiugrottak a bízéből, kargóbobból ejtőernyőkkel, mint ami kézbevetése volt. Mire divatott elvenni a telefon meg a rádiót az emberektől? Nyugodjon meg. Szemüveget le lehet, a bilincsbe le lehet venni mindent amúgy, ruhát, azt tudom, hogy le lehet. Itt még van egy úr. Szélgetünk. Urak, itt még ő itt, kérem. Igen, palmas leszek, pillboxos. Tavaly pillboxos leszek. Valakit a dogit kutassál. Tuti, csak én leszek pillboxos. Nem hallom a rá. Tuti mindenki, megmenekül, csak én nem. Jól nézzen át. Jó! Az égbe. Mi ez az új hajgom ez? Kis haja. Csodás ember fel fog magára helyezni egy erőteljes mozdulattal egy bilincset. Üljenek helikopterhez. Várja. Jöjjön ide. További jó mindes. Ne menjen sehova, kérem állj. Nem fogom vizsgálni a ruházatát. Elvette a pénzt. Hagyja már vissza. De ezzel moderálja már magát, nem mondjuk azt, hogy he. Ezzel, de ezzel mennyit vettél tőled? Lefoszta, 20 000 dollárom tényleg? A tervet. Jó, jó, azt rohadt, arrohadt köcsök. Adjon már keveset. Na, még az tényleg kicsi pofátlan. Ott van nálam mind. Az tényleg kicsi pofátlan. Edemnél. Hogy nem vették el a pénzed? Nem tudom. Ja? Jó, csak spekulás. Csücsi! Bekötöm az övét, így mi? Beülök nyugalom. Hát én adtam a sikert alatt, még a végig hajón vergődtem, aztán nagyon lőttek. Hi! Profiára a fegyverkereskedelmet és profilfotót fissítsünk. Ezt a revolvert, ezt az életem során nem fogom betelően akkora életek. Az amikor ez a nagy. Adne. Hát azt nem lehet nagyon lőni. Annyi időt háromszor kiverem a faszomba, az meg amire az de lehet négyszer is, attól függ, mennyire vagyok gyorsabban. Ezzel elvezeted a kocsit, hogyha már a Stázit hagyta? Gregori nagyon világít a rádiója. Nem próbálta még, hogy a fejét ütögeti vele, addig még elmájul? Hát, nem próbáltam és nem is fogom próbálni. Denzel! Denzel nagyon... Denzel nagyon makacs vagy! Hát a ti csaj! Keci! Én nem bírok készen, ha testes be lehet bugolva kicsit szerintem, mert ő tud ütni, tud mindent csinálni, én meg nem tudok semmit. Hol vannak a tőzsdékre esetelők? Hát hol? Meg dög a chat, dög! Tényleg amúgy chat. Kik a tőzsdékre esetelők? Kik a... Mi a szereg véturbosító? Hol vagytok? Na igen, igen. Ú, de gyeretek. Feltörője van, lehet a itt a volán, ne. Né? Jó, itt a telefon kocsiban, nem is vettem észre. Ja, mi van? Maga vezeti az autót. És buzi. Na, anyja, mi van? Itt fogunk hárman, eljárunk fejénként egy 100 000-et. Elenged minket. 100 000? 300 összesen. Mit szól Ronny? Hát nekem több pénzem, amit 300 000, úgyhogy nem kell. Hát nyilván, de így még több lehetne maga idióta. Na, nem, elég ez. Kis több pénzünk, amit 300 000, de kínálgatjuk. Elég ez nekem. Ilyen sok van maguknak? Hát akkor majd esetleg ütünk. Nem. Lecsukottak magukat, utána mi beszéltünk erről a tudományozásról. A börtönben már nem annyira jó. Most csináltam, ártamatlanul mentem halászni, most mentem éppen legális a horgászni, aztán nagyon lőtt. Tehát én kikérem magam, végig hajón voltam, és nem bírtam lejönni onnan.
Hát engem meg elkezdtek lőni maguk, faszfejük. Hát igen, maguk egy ilyen bélegző állatok. Én meg utána nyilván már akkor már... Ártatlanak voltunk. Persze, hát... Megvédem már magam. Mondjuk ezzel a szarra nem nagyon... Erre. Hát az az sehogy nagyjából, de... Sehogy. Mi a baj a revolverrel? Hát sokkal jobbra számítottam, maradjunk annyiba, de ez rosszabb volt szerintem, mint az SNS. Jártam, hogy felkerik a bevény, mennyire játék is, nyomjátok, bölgessétek. SNS-en nem láttam 5-10 éve. Na igen. Majdnem 600-an vagyunk már a nyeremény játékból, úgyhogy nyomjátok. Nyomjátok. Összejött bőrömmel, visszak a váci börtönmel. Hova visz? Hát a kapitányságra, hova vinném? Hova vigyem? Anyámhoz? Na, mondjuk az anyádhoz, igen. Például igen, otthon van. Szeretem a kis izéjét, főztjét. Na jól van. Persze. Már nem döglött az anyja, Roni? Már nem adom mindent is szeretni. Dehogy nem. Én a húgát szoktam beszögatni. Na jó. Az egész családjára átfőjünk, Roni. Egy már innen. Figyelj, egy gyerenget békén hagyjuk esküszöm. Már van bátyja esetekben, Márkusz meg csőbúzi, meg lehet arra rámenni. Tényleg? Komolyan, Márkusz? Nem tudok róla, de az apám még, mondjuk ezt, inkább nem hagyjuk ezt. Igen, még? Hát a vakuda. Ez mi az a zene? Zsebemben nem férnek. Hát fogadott. Ja, hát jó, de hogy a... Zsebemben nem férnek az eurók, ezt hallottátok már cset? Ja. Nem ismerem. Nem csodálom, hogy ilyen hülye kölyököt kidobottam. Tudj, hallottátok, mindent elest ismertek. Rolandtól. A maga se különb. Bérenc. Hogy ne. Hallottátok már ezt cset? Milyen Bérenc? Alap. Ja, hogy ez alap? Nem ismerem. Bék napszámos, mit mondjak? Napszámos. Jó, hogy az alap ismered? Ja. Ja, így már vágom, igen. Jó, hát igen, ezért vágom. És ezt a... És ezt a zenét is vágjátok? Ezt ki sem bírom mondani. Kamino, Kamimo, te fenav. Ez micsoda? Ez mi? Roland, az előadó geci. Nagyon aljas. Hé, ezt én csak Magnumot micsoda? Kevesítettem meg. Mennyire jó tette. Mit mondtál? Nagy volt? Nagy akció volt itt a Roninak mondta. Na, kövesse a kedves. Ez is alap. Bobot követem. Hát én nagyon le vagyok farad, úgy látom. Visszaadnám akkor a... Hely, erre gyerünk, helyre. Hely. Olyan most itt Roni, most itt akarékoskodni fog, Roni? Roni? Nem. Na leszállok a húgáról, ígérem. Merre kell menni, Roni? Hát ezt én sem tudom az. Hat elkövető, te ne vagyunk akademistákkal, nem tudunk menni, lesz. Erre. Én itt beálltam ide. Hát én már mondtam neki, hogy ha tudunk menni, akkor megyünk. Dadogi, már ezerszer volt. Tisztelte a lábán. Rendben. Magnum. Te hova szélsz? Hey. Visszállt, visszállt. Jó, az zárva van, úgyhogy igazából mindegy. Ne, hova megy? Hé, cigány! Komolyan mondod, meg kell tudni! Menjen a többi koldus után! Milyen cigány? Hát az! Hát az... Negatív, az nagyon sok lenne, három magány. Menjen a lábam befelé! Maradjanak, kérem. Hát most te neked is mondanom, hogy te mexikói. Jól bebíteld a főnökét, basszus, csak se legyen itt lefokozás, hogy ilyenek. Na, Úristen! Kicsit nagy a kavalkád. Valóban, sokan ezzel, vagyunk kicsit. Mi lenne, csak elengedél, hogy mindenki szem sokkal egyszerűbb lenne. A hölgy jöjjön velem. Gyere, Riki. Ez lesz az. Igen. Mi a hő neve, men hívna most ezzel nevedz ezzel, ezzel kutc. Dezzel, fejezze be most az oda. Ja, hogy nincs is megvirincselve. De megvan. Hogy ne, de. Tényleg megvan. Előre jó. Meg vagyok. Csinálod, Dezzel. Azért még egyszer átnézve a ruházat. Mind a... Szintén átnézem is, mit átlan a ruházat. Magám dirincs, hát igazából... Nem majd tudom. Annyit szeretnék kérni, Árvennel hogy a jelentésbe írják. Árvennel elszakítottunk. Jesszus, amúgy már tudtam Big Dittel, mert honnan fogom. Az a baj, hogy elmentem egy iszébe egy szerelmi tanácsadóhoz, és azt mondta nekem ez a díj, hogy a ködös barlangból előbújtak a ködök, és eltakarták az érzésém, és ezért szakítsak vele, úgyhogy hittem neki. Ja, megtalálsz nálam jól úgyis, ugye? Ezt ki mondta? Üdv! Amúgy nem, de a herpeszkenőcsét megtaláltam, azt nála hagytam. No. É.
papírom van arra, hogy nincs. Igen. Jó, nagyszerű. Akkor szépen kadét urak tudják gyakorolni. Jaj, mi történik? Nevekhez fel kellene vinni fegyverkereskedelem vádat. Ja, mert most miről beszélgetek, hogy mindent is szerettem, meg a... Gregory McDonald főhadnagy. Én mit csinálok? Bocsánat, elnézést kérek. Nem örülni, szóval, arra szeretném megkérni magukat, hogy szépen egy-egy fényképes okiratot mutassanak fel egy-egy kadét kollégámnak. Aha. Gondolhatja, hogy van nálam. Amennyiben nincs, akkor diktálják le a nevüket nekik. Ha mondom akkor. Hát a... Mondhatom? Körözött személyeknél megtalálnak. M-A-R-Q-U-S Ricky Magnum. Kinek mondhatom? S-P-E-D Hölgyemont, hogy hívják? Ricky, ha hamis személyazonossággal akar visszaélni, meg kijátszani a kadétokat, három nappal meghosszabbítom. Ricky Magnum, R-I-C-K-Y-ra, nem A-M, nem M-A-G-M-U-M. Ismétlő. Rendben, és... Fegyverkereskedelem, illetve hivatalos személy elleni emberölési kísérlet. Jaj, nagyon nem csináltam. Én nem csináltam, azt kikérem magamnak. Uram, és próbáld önhajtani a hajót. Ha jól láttam. Mi az az ülés, amit szoktam aztán is? Elég ennyi egyébként a fegyverkereskedelem, az a cím. Rendben. Ugye, ahogy tanulták, felírja, hogy Ricky Magnum, oda elválasztja a jelvényszáma, illetve annyit írni, hogy... Gyülök le ide rendesen, amúgy le lehet egyáltalán? Ülj le nyugodt. Na, sem sikerült. Igen, próbálkozok meg egy ideje. Hát figyelj, ilyen korban ezzel melegon is olyan egyszerű. Ha ez így történt, hogy van elfogadó parancs, akkor a körözés tényét is, amiért körözve van, azt is fel lehet vinni. Csak ne írják, most remélem nem ketten ugyanazt írják. Nem. Viszont nekem van egy vízióm, Gregory. Vízió, rendben, addig tisztáznám, hogy miért is vannak itt. Nos. Tudomásunkra jutott, hogy maguk hát különböző bizniszekbe csaptak, üdv Bob. Szép estét. Különböző bizniszekbe csaptak, miszerint ezeket a fegyvereket külföldre akarták exportálni, ahol eladják, és ebből a pénzből maguk a rendőrség ellen akartak fordulni. Mi van? És hadjáratot akartak indítani. Mi van? Ez ki mondta? Hát... Mondjam azt, hogy megbízható forrásom is. Egy tégla köztünk, azt mondták. Hát a rendőrség ellen akartunk fordulni. Gondolkozz, Magnum, ki nem volt ott, aki ki nem volt, de ki nem volt ott. Mit kéne beírni? Hát ki az, aki nem akarta a mai magukkal jönni? Ki az, aki nagyon akart? Ki volt az ezer, én emlékszek. Nem tudom. A Takashi nekem nagyon is így. Nem, Leopoldot volt. Mindegy, most ez nem is az a lényeg. Takashi, ott volt egyáltalán kis köcsös? Nem. Ugye az maga az elkezdett bűncselekmény. Alulra pedig ugye az elkövető neve, és mit vett elő? A jelvényszám az intézkedő kollégának. Ja, a serpenyőjét. Nyugodtan főzhet benne. Majd a hölgynél még annyit kérek, hogy ugye a körözést azt vegyük le róla, mivel itt van. Megkérdezi, hogy hagyas se szügyünk. Ez? Hatalmas. Igen. Most elég nagy baj... Elég nagy bajban vannak most. Levettem róla, asszonyom. Így szeretném megtudni, hogy honnan van ez a nagyon sok SMG. Honnan szerezték őket? Mire beszél? Asszonyom. Hát amiket lefoglaltunk a tágból, ahova maguk pakoltak, ahol... Tágból. Pakoltunk, hát nem, igazából kaptunk egy telefont igazából, aztán felhívtak minket, hogy ott egy tag, oda mentünk, én akartam inni a hajót, mert tele volt fegyverekkel, és el akartuk, most félreértik, Gregory, itt nem kereskedünk, mi el akartuk lopni a fegyvereket. Aha. Így van. Tehát igen, lopás. És nem tudom ki. És utána mit akartak volna azzal csinálni? Hát megtartani nyilvánvalóan. Mm-hmm. Nem eladni, miről hát beszélünk? Nem, de a rendőrségre nem akartuk használni. Most mikor bántunk mi rendőrökre? Most gondoljon már bele. Hát amikor minden nap felrobbantották a rendőrséget. Az nem mi voltunk, Bob volt. Ez túlzás. Jó, nem minden nap, de azért elég sokszor telepített Murph bombát, vagy Bob Molotov koktélt. Vagy amikor, hogy mondjam ezt, egy félre sikerült randival, majdnem felrobbantották repülővel, Denzel most ez... Azt félreértelmezte Denzel neki, el kellett volna hajtani a repülővel. Ja, az véletlenül volt, igen. Helyette kiugrott. A mozdóba. Bob, ne menjen el. Ja, hogy ezt csak így engedik, akkor én is. Nem. Ja. Én most komolyan elvette a telefonom valami. Nekem még megvan. Az enyémet is elvették, de visszakaptam. Aljas rohadék.
Nem mindegy. Az állami viszont bárhogy is mérlegít, spekulálok, számolgatok, és a kadétok nem biztos nincs fegyver, szóval ne félre itt a szárát, Denzi, akkor kiszaladunk, nem? Fejeld meg! Ja, tényleg. Ja, jó, bocsánat, ah. Nem, dehogy. Nem. Csak mit szeretem természetesen. Van fegyverük, tehát nem jó a matek. Nem akarja parancsolni, hogy tegyék le véletlen? Nem akarom. Pedig megpróbáltam. Nehogy meghúzzák véletlen a ravaszt. Első a kezükbe. Akkor az a Takashi volt? Tényleg, hol van Takashi, a roldék lelépett? Hát igen. Aha. Ő nekem gyanús. Még ekkora hülyeséget mi rendőrség ellen akartuk felhasználni, ezért hát tényleg. Kitalál ki ilyet. Ugye ez, amit valaki átverés áldozott volna? Köszönöm szépen. Ja. Azt mondjam, én felvinném újra a jelentést. Elmentél a mostóba, Bob? Igen, én... Szükségem lenne az önjelvény számára is. 10. Jó. Gyors felviszem akkor. Dő. Jó. Ne csuklak. 96-os. És most mi a tényjárás? Akkor mi mit a... Mit a szisztéma? Mondja tovább, Gregory. Hát... Az a tényállás, hogy jelenre meg szeretném tudni, hogy mit akartak kezdeni. Kitörtek meg ezt az információt, hogy ott van az a hajó a fegyverekkel? Adok meg ennek pontos információkat. 4 telefon szembe tudok adni. Hát, igen. Annyit legalább. De egyébként Csínóban Bino. Pontosan. A világ legnagyobb feje. Erről egy írásos pallomást szeretnék. Hát az a baj, elfelejtettem, én diszexiás lettem. Kész van azt mondja. Nem, persze, szóval megírom egyébként, ha kell. És most nekem, most mi itt a lehetőségeink, Gregory, mert most, hogyha... Hát vagy együtt működik, és akkor segít kinyomozni azt, hogy honnan vannak ezek a fegyverek, és honnan tudjuk, kiket kell még lenyomozzunk. De hogyha egyeztetünk... Kiket kell lenyomozzunk, illetve kiket kell meglátogassunk lefoglalás céljából. Vagy nem működik együtt, és így akkor mindent mi maguk visznek el. Aha. Hát igazából tudom, hogy kit ne látogassak meg. Igazából elmond. Tudja mit, Gregory, kitállalok? Elmondom magának. Van egy beépített emberem a rendőrségen belül. Felajánlotta nekem. Hát igen, nekik is van. Felajánlotta nekem. Felajánlotta nekem. Most itt kössünk egy alkut, egy vádalkut. Van egy téglám. És ez a tégla elmondta, hogyha összeszedjük ezeket a szarokat, és elvisszük egy pontra, akkor nem esik bántódásunk. Összeszedtük mindenkitől összeszedtük az összes ilyen szaros fegyverét, és elvittük a pont, hát igazából ott volt a ponton, ugye a hajóba. Erre maguk jöttek, és mégis bajunk esett, úgyhogy én most kurvára átlettem, basz, most átverve érzem magam. Ezt kapja ki. Na erre mit mond? Most ezzel mit lehet tenni ilyenkor? Hát őszinte leszek, lehet azt lehetne legjobban tenni, hogy írásban mindent leír arra a lapra, hogy ki a beépített embere, ki volt ez. Hát ha tudna, akkor mondjuk, nem tudom, akkor a telefonját is elvesszük, átnézzük a beszélgetéseit. Hogy kivel beszélgetett, melyik az a kollega, ami a telefonszám, azt lenyomozzuk. Hölgyem. És így akkor ez igen. Egy komoly ügy lesz. Már elvették a telefonom korábban, nem tudom, kinél lehet. Igen. Akkor ilyet vegyem le. Kit írt? Dikim Magnum. Ebben az esetben akkor viszont az írásos vallomás formája az még mindig áll. Hogy... Kéne leírjam az egész helyzetet, a szituációt. Adok. Ebben az esetben, ugye elolvassa. Odaadok akkor mindannyiuknak egy-egy lapot. Arra szeretném megkérni magukat, hogy akkor mindannyian írjanak, kérem, amit tudnak erről az egész történetről. Mi ma most így keletkezett, hogy kérem álljon föl magam. Ezért a többiek semmit nem tudnak, ők csak hallgattak rám. Ezt akartam mondani, egy fölösleges, mert én Bobó, percet tudtam. Mindent is szemben magának, Gregory, Bobó meg szinte nyagyjából ártatlő, csak velünk volt. Hát, hogy Bobó... Én teljesen ártatlan vagyok. Ki az a Bobó? Bobó. Mi van? Én vagyok az. Bob Wimner, oké? Okay. Ez a hegedű. Jó. Kereg a telót, hogy valami. Szóval igazából
igazából én azt mondom, hogy Gregor, hogy én írok egy vallomást ezer örömmel, nagyon-nagyon kedveset, viszont a Bobót, jaj, elnézést, megcsapom a levegőt. Hát a Bobó tényleg semmire nem tud, igazából csak velünk volt éppen, aztán eljött velünk. Pont arra mászkáltam. Illetve ugyanez volt a fehérhajú hölgy, illetve Jay-nek a nője, aki a Sam Angelo-nak a legszebb. Aki... Igen, hát akit elvettek, hát, aki nem tudta megbaszni rendesen. Nem én akartam, hogy bocsánat, elnézést. Mi, micsoda, amit loptak el? A nőjét, mert nem tudta megbaszni rendesen. Hát igen. Most maga elrabolt egy embert, vagy túlszul lehet? Mi van? Nem, mi van? A szívét rabolta el, a szívét. A szívét. A szívét rabolta el, Angelo nem tudott teljesíteni, és ezért Jay ellopta a hölgy szívét, és Angelo most nagyon mérgeste. És ő volt szóval még velünk. Szóval szervkereskedők. Mi van? Nem, szív. Úristen, látszik, hogy kanyar. Meghódította a szívét, szerelembe esett a csaj Jay-be. Hát mondjuk nem csalálom. Na várjanak, Jay-be. Nem ismerős. Ne nevetessenek. Igen, Jay-be. Igen. Hát most például mindegy, írják azt a vallomást, azt utána ezt megtárgyaljuk. De megírom én, aha, jól van. És Denzel, Pascal Fernandez. Igen. Szóval nekem aztán mindegy, leszarom aztán most, hogy akkor bevisztek. A Bobót aztán tényleg ő nem csinál semmit. Még sehogy azóta sem. Ah, nem, persze. Nem tudtam elintézni, mert folyton körözni. Volt a magánál, Bob, bármiféle illegális. Megírom. Hát, nagyjából egy olyan pisztoly. De ezt nem mondd már el, Bob, hát így le fognak csukni. Joint. Aha. De most tökött. Akkor viszont sajnálatos módon be kell, hogy vigyük magát a börtönbe magát. Vigyenek a gecit se érdekli. Basz, meg most akkor hiába próbálkoztam. Meg egyébként is körözve van, Bob. Na, az meg a másik. Hogyha még nem tűnt volna fel, akkor majd nézzék meg. Ja, velem együtt, Jay-el együtt, meg Izával együtt. Ugye, amit kéne írni, egy ilyen nagy fuck you-t. Valakinek megvan ez a nagy fuck you, kirakodik ez a bemutatós új az izébe. Megkapom. Miért kapom magát 15 ezeret? Hát a gyomra vezetőit. De maga tett bármiféle bejelentést a rendőrségnek? Nem. De meg vagyok. Hogy kéne azt szállítani? Ez nem így működik, hogyha megvan az a nyomra vezető, de nem az, hogy megtaláljuk magát, és akkor maga kap 15 ezeret. Valakinek az megvárja. Egy körözött személyről valaki szolgáltat információt, amivel, aminek segítségével el tudjuk kapni. Idő finger copy paste, várjatok. Na, ezt eddig nem tudtam, köszönöm. Ó, hát szívesen bármikor segítek magának, Bob. Nincs mit. Ezt figyeljétek, ezt be is kapok észre. Bobnak a kofiára valaki felvitte már? Kurva jó. Pedig eddig makulátlan volt, most az is el lett baszva. Ja, basszus. Ez jó lesz, nem chat? Nézd meg, Denzel, szerintem ez így benne van minden, amit tudniuk kell. Csak hogy ellenőrizd. Ja, szerintem benne van. Jó, hát annak Gregorinak kérnek. Rátért a lényegre, Gregori. Véta? Nem mutathatom le a saját korrupciórum. Megfeled? Szóval se jut. Pozitív, mindjárt mondom. Nincs a semmi textúra. Volt, el kell mondani az is. 45 perc. Mennyi? Ezért akkor mondtam, viszont nem volt nálam semmi. Ezt mondta Bobba, ezek szerintem mennyit kapunk, hát fegyverkereskedésre vádolnak. Szerintem kapunk nem egy 15 nálam, percet. Vicceltem, adjuk már. Geci. Hát az fasza. Rohadjál meg, Denzi! Nyugalom! Lőjék le! Fajta, jó nagy a trucs, Bob! Jó, rendben, akkor megkaptam ezt a vallomást, Magnum, köszönöm szépen, nagyon nagyra értékelem, előre fogja minden nyomozásainkat. Így akkor egységesen 45 perc börtönbüntetésre fogjuk magukat ítélni, akinek szükséges profilfotót fogunk cserélni a nyilvántartásunkba. És hát gondolkozva neked azon, hogy ki az, aki megbíznak maguk körül, mert mindenhol van fülünk. Mellettem hát nem is gondoltok volna. Igen. Milyen jelvényszáma? Rendben, akkor amennyiben nincs bármi sárs mondandójuk, akkor átkísérjük magukat a cellákhoz. Köszönöm. Jöjjön, Bob. Hozzáadtam, mint fegyverkereskedelem.
Most nem követem meg Gregorit a saját korrupt zsarum, nem? Hát most ez... Most és én is gondolom, csak elmondta. Hát fekszek a földön még, basz kerül, hogy megyek. Jó, de csak te! Szarakis asszony, a telefonosból hogy lehet törölni? Vagy ez törődik automatikusan? Rendben. Menjünk? Jó, menjünk. Erre vannak a cellák? Erre vannak a cellák? Várjon egy pillanatot, nem menjen sehova. Álljon meg a hölgy is. Menj utána a hölgy után. Álljon meg! Gregori a korrupt zsarú, csak most... Hát... nyilván most így lekapcsoltak, de Gregorinak már lógtam ugye egy csomóval Magnumként. Szóval nem is Magnum kapta be igazából, hogy hát... Én Magnumként arra számítottam, hogy nyilván most ez végig megy így. De most azt, hogy nem kaptam be Gregorit, azért írtam be, hogy... Azért írtam neki, hogy sokkal jön nekem. Remek. Hogy az emberek fölkelnek időben, kivéve Magnum. Maga rohadék. Hé, hey, uram! Au! Na, 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 na. Már megint? Kellett ez magának, Magnum? Kellett? Ez a most csak lőtt Magnum, le, pedig Magnum, én csak egy halászhajót vezette maga, meg lelőtt, mint egy véremet. Mit talált, uram? Bocsánat, uram, hogy letettem. Megpróbálta elhagyni a helyszínt a fegyverekkel. Csodás. Milyen PM fegyverek félreértés történt szerintem. Jön. Illetve lőtt is ránk. Én, de ez félreértés, uram, nem fegyver sem volt. Több táska fegyver volt a hajón. Bármelyiket használhatta, aztán visszarakta a táskába. Nem engem próbál megvezetni? Hát, igen. Ez jó nem fog összejönni. Tényleg? Magán nem lehet kifogni? Hát, egy ilyen átlátszó dumával biztos, hogy nem. Őd, mi újság a jelentés? Néző lista? Ez most random megy. Most beírtam, hogy... Beírtam, hogy ne. Nem is tudom, mit írtam, de valamit beírtam szóval, mert és azóta mennek az ezek zenék. Na, keljen föl. Jó, felkelek. Na. Ez majd a börtönbe beszéljünk. Oké, és hát ott találkozunk. Drop mindent. Várjunk, Gregori. Vagy nem? Haha! Sosem tudja meg senki, rohadékok. Rendben. Főleg magukat kadétok. Ahogy is magukat még bírom. Még nem ismerem magukat, hogy még kedvehetőek önnek. Köszönjük. Köszönjük az előítéletet, uram. Nem vagyok fáradó egy picikét már. De még ezt se fejezünk is. Amúgy durva, egyik nap ilyen full életben, full dizé van, pörög a chat, meg jelent, hogy full pörgős a chat, a másik nap kicsit dög. Nem tudom, mi múlik. Mondjuk a szerdánk, csütörtökönél kicsit dögebbek. Nem tudom, mi múlik amúgy. Mi a hajóban volt eset. Lehet ma ilyen izébb van. Igen, ma nincs kedvetek csetelni velem, chat. Ez jó vég, amit küldtél amúgy Jenes pedig, ez nagyon kemény. Esert kéne? Tényleg, majd indítuk esert? Csak lehet zenét kérni. Kérhetek tényleg bármit, mert most elindítom a... Jövözök a streamet, örülök. Tetszik a mai stream chat? Én ma nem vagyok túlságosan megelégedve az ötleteim, vagy inkább csak a kivitelezésemmel, szóval nyilván, hogy önkritikus vagyok lehet amúgy, de sokkal jobban is kibírtam valami viteleményt, hogy legalább jobb lett volna a levelezésben, teljesen ott vagyok amúgy. És nem csak így azért félig. Krisztál! Milyen jó amúgy bőrfő. Visznek a váci börtönbe. Ne, rajta van. Magnum hátán, már nagyon rég nincs rajta. Magnum nyakán volt, ott van a nyakán, látod? De a hátán sose volt. Ott a nyakán, látod? Gonda. Színőr. Nyaktett kunkolt. Szem! Én tudom, hol batlott meg az egész. Na hol batlott meg, Magnum? Mondjuk, amikor kezd, kiötletelted ott, nem? Igen. Mikor más még órát vártam? Mondjuk ott, hogy kadétok hallgattak ki minket, és kiégett az agyam a helyére. Mondjuk úgy, hogy szökni próbáltunk Kyle-lal, és elbaszta még ezt is, mert kilógott a sapkája annak az idiótának. Na mindegy. Ja, hülye Gregori voltam, hogy korrupt rendőr már 3 hónapja, hogy rohadt geci, amúgy, és...
vele beszéltem, ugye, az, ugye, és ő mondta még az elején, hogy meg most még pénz visszajutott, de Gregory mondta még, nem tudom, 2 hete, hogy le fogják foglalni minden SMG-t, és segítsek neki, ugye. Aztán ez a rohadt kis kurva átbaszott, vagyis hát igazából, ja. Azt mondta, ugye, beszélgettem vele SMS-be, aztán mondta, hogy várjak, már ugye rendőrök ott vannak, de úgy kurva átlátszóan síbele gondolva, úgyhogy kicsit én kurtam el. De kérdezte az egyik rendőr, egyik kadét, hogy a katonaságnál dolgozunk, mert azt hazudtuk, és azt megkérdezte, hogy a katonaságnál mi volt a rendszámunk. Úristen! De azt mondta, Gregory írtam SMS-ben neki, hogy egy rohadt kurva, és meg fogom ölni, és még korrupt rendőrnek is szar, de azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon meg fog érni nekünk. Mondom, már remélem, baszják, mert... Nagyon. Rendi, tudod, mi történt velem, mikor szívvágyunk, na mi? Rám vetődött az egyik rendőr, és hirtelen kint találtam magam. Egy órát ültök? Visszamentem. Én 55-öt. Én 1 órát. 1 órát. Körülse voltam. Én is körülse voltam, de mégsem. Én is körülse voltam, 3 hete körülse voltam, és így kaptam 40. Mikor berádiózták nekik, hogy 45-öt adjanak mindenkinek, erre szerencsétlen Izának adnak 50 percet. Ő nem is csinált semmit. Hát, de jó, de hülye Bob, mondtam, hogy a Bob meg az Iza nem csináltak semmit, és a Bobot már éppen akarták engedni, majd megkérdezték, hogy Bob magának volt bármi legális. Igen, 5 fegyver, 5 kokain, minden bal, és utána meg utána de, ezért őt ébbe vartak. Pedig én pedig el akartak volna engedni, mert mondtam, hogy jó, hogy tényleg nem tudod semmiről, csak épp velünk voltál. Velünk volt Iza, meg Bobó, és mondtam, hogy csak beültetek az autó, és se tudtad, mi van, és tényleg kb. Így volt, szóval... Mondjad csak el. Visszamentem Stázi meg berágyózta, hogy elkapott engem, az az egész állomány konkrétan engem kergezett, úgy, hogy magamtól mentem vissza. De meg akartak verni, valami másfél óráról beszéltek, még ilyenek, azt végig leakudtam 50-re. És 50-et belül. Hát nálam, amikor átkutattak, akkor találtak egy makaront, majd azt mondták, mivel, hogy az egyik zöld, ezért biztos, hogy füves, és ezért fognak bevinni, és a kocsiba... Amikor átkutattak, ezt mondták. Igen, elvették a makaronomat. Meg a zsákba macskámat. Meg a zsákba macskámat, mert valakinek a fejére húzom. Igen. Én a zsákba macskába kaptam aranyrudat, és arra meg azt mondták, hogy azt beküldik kivizsgálni. Nekem is elvették a kajámat. Én meg már a gépét vártam, tudod, hogy majd most milyen taktikus leszek, majd a hajóról lelövök mindenkit. 15 percig vártam és úszkáltam a hajón, mert ha beültem vezetni, akkor nem bírt, akkor elkezdek lőni. És gyakorlatilag még lövöldöztetek, meg izé jött mindenki, addig én csak ott úszkáltam a hajón, majd mire hát kicsit lecsillapodott, azt hittem valamelyik felúszott és hátba lőttek, úgyhogy én ezen... De ezzel az a Molotov koktél az hibátlan volt. Nagyon jó volt, igen. Remélem, sokat lelőttetek baszkétből rohadt gecikből. Én is hármat. Tudom, hogy hadépőt kellett volna baszki ezek után. Hogy vették fel így? Van egy kadét, aki gyűlölök. Kadét, hogy tudsz gyűlölni, még életképtelen. Érted, úgy mutatkozik be, hogy Angelo, aztán meg mondja a saját nevem, az én nevemet. Én nevemben mutatkozik be. Azt hittem meghajtom. Utána annyit mond, hogy tisztelettel, mert megduplázom. Hát azt hittem, hogy át... Mi? Azt mondja, hogy tisztelettel? Most már azt mondtam. Azt mondta, hogy tiszteljem. Rohadt kis geci. Hát mondtam neki, hogy akkor... Na mindegy, hogy mit mondtam neki, de... Mondtam, hogy nem fogom tisztelni, aztán... Köszi, ez jól jön. Darogi, de szép vagy ma is. Köszi. Isten verje meg. Amúgy te most... Figyelj már, Darogi, én mondtam, hogy én kopasz szeretnék lenni, erre te most levágod a hajlát. Te mikor lemondtad ezt, hogy kopasz? Ott, mindenki előtt, még ó, Isten, most már akkor megneveztem inkább. Nem, hogy dolgozni kéne, mert hosszú lesz a 40 perc így. Hát, én inkább alszok a vasomba. Sziasztok, itt a cellámba elmegyek. Jó, rendi. Hát, én Gregoryról most ne fogok, nem most kurva sok mindent rohadjon meg, szét fog ütni a fejét. Denzi, te sok kerítés másztál át, amikor átjött a határon, esetleg nem tudsz innen kivinni minket. És amúgy még képzeljétek, hogy ő a korrupt rendőröm, és még elvárja, hogy azt mondja, most akkor a korrupt rendőréről írjon egy vallomás. Most mi? Azt várta, hogy írjak róla, nyilván azt akarta, hogy csak ne írjak semmit. De hát most... lenne egy jó ötletem, hogyan sározzuk be Gregoryt. De hát nem akarom, hogy nem tudom, hogy be akarom sározni, mert nem tudom, mennyi ideje, hogy infókat adogat, meg mindenbe segít. Jó, csak mondjuk arra nem számítottam, hogy átbasz a gecibe. Nem tudtam, hogy Gregory korrupt. Persze, hát jó, mondjuk, amit már számítottam rá az. Hát nekem már vagy 3 hónapja a korrupsarum. És hogy lehet meggyőzni? Lefizeted? Engem ő keresett meg.
Nem is kellett lefizetni, csak azt mondta, hogy néha segítsek neki, mint például ebbe tudod, hogy azt mondta, hogy szedjen be az izéket, a fegyvereket, és gondoltam, tudod, ennyi lesz, aztán innen tőlem, csak hát, ja. Csak most még ő baszott át. Ezért értem neki, hogy egy rohadt kurva. Mindig a telefon keres, most ebben be, de rájövök, hogy nincs nem én is. Yeah. Lehet én is alszok a gyászba. Körbe kéne alagatni majd, mikor az árlistánkat megint a dogi. Jó, majd elkezdem, szerintem még maha, ha valakit elérek. Ja, minden egyszer belül szobjad döglök. Én is amúgy. Amúgy én meg olyan három. A lövöldözés előtt beszéltem egy emberrel, állítok 800 darab alapanyagot adnak el nekem. Majd kéne pénz. Jó, jó bőrit. Sajnálom, baszki, én basztam el. Jó, hát na. Mint hogy még nem basztam volna semmit, de ezzel baszki. Magyarán mindenki rád. Azt se tudta, hogy átbasszad, mert megmondom, egy csomó ide érzed. Megijedtelek. Amúgy mindenki rátfogt és úgy kapták kevesebb időt, azt mondjuk komolyan. Micsoda? Tehát mindenki rátfogt, azt úgy kapták kevesebb időt. A semmi kit? Mindenki rátfogta és te kaptál kevesebb büntit. De a kihallgatóban nem fogták, hanem a kihallgatóban én kambusztunk. Ja. Hoppá, ott egy alma. De, hát nálatok itt igen, van nálatok igen. Itt van még egy kis, hey, ó, ajaj, bocsánat. De börtönben más szabályok vannak, tök. Kyle. Ja. Hát mondjuk bármikor szívesen szétverem. Itt is főnök. Itt is egy kis buzi maradsz. És? Legalább előnyben vagyok. De se öreg, te is kapsz. Rohadj meg. Rohadj meg, Kára, te hibád az egész amúgy. Miért? Már most már azért hirtelen vágod. Most új szabályok ilyen vannak. Öreg. Olyan vagy, mint a gombhez. Pancsorok ja, vagyok, hogy ketten nem tudtok kiütni. Hát nem sok ennek időz, kis köcsög. Még bírom reggelig. Hát hogy meddig bírja amúgy? Nem no pixels ez a mapolás, a Beri. Aj, shift-elgőtögetünk? Igen? Keszi, hogy nem ütődik ki? Hát én ki vagyok te sízzel elvileg. Nem, hát ezek ketten ütöttük fél óráig vagy a tagot. Mindjárt én fekszek ki amúgy. De miért vele kell ütni? Végre! Hú, azt hittem. Ne! Üssétek meg! Ne. Üssétek! Ne! Tanogi, ne! Au! Hát geci. Te ösztönszi. Na jó van. Kilépek chat, menjünk esefezni. Remélem tetszett a szitu, azért kíváncsi, hogy Gregory hogy fog folytatódni.